A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Sedestén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, mindenki begyógyulva, mindenki beesett szemekkel. Hello Jani, szia Feri! Hello srácom! Jó reggelt! Mi van? A gyerekek, ilyet figyelj! Na! Visszaállok melléd, Balázs, ha megengeded. Hogy, mivel kapcsolatban? Visszakozok ebből az egészből, azt olvastam állandóan, és mindenki mondta, hogy a sportolók azok rohadt egészségesek. Te, ha sportolsz, leesik rólad a baktérium, a bacillus. Na a, ugye, hogy nem? Mi fertőz még, mondjatok vírus. Valami. A vírus, köszönöm szépen. Mit csinált okosan Feri bácsi múlt héten kedden? Volt egy kis megfázásom előző hétről, de csak tudod, ez a, amikor kiköhögsz, nincs, nem vagy lázas, igen, csak úgy. Kicsit orfoly, ó, két nap, tejázol, beveszel 3 C-vitamint, jó leszel. Így éreztem magam kedden, mondom, aztán most már kedden van, csak emelyek futni, hát nehogy ez a hét tétlenül teljen el. Rávertem egy 8 kilométert erre a dologra, és ahogy a futásra magában még nem is volt baj, ahogy viszont hazaértem kedden este. Mert abban a pillanatban mi? Mikor megy elfutni az ember, hát mikor ráér este, 10-kor indultam, és marha hideg volt a múlt hét kedd este. Visszaérkeztem, hazaérkeztem, szólom a békának, hogy szerintem valami nem kerek ebbe a sztoriban, mert akkor viszont már nem az izzadság, vagy nem a futás miatt, izzadság miatt ömlött róla a víz, hanem elkezdett fölkúszni a láz. Az szép. Egy dologra, és akkor még szerda reggel bejövök, mondom, hogy nyilván elmúlik, ugye szerdán még itt voltam, és ahogy szerdán délután hazamentem, akkor éreztem, hogy itt a vége. Mondom, még mindig hős vagyok, beveszek mindenféle gyógyszert, csütörtök reggelre jól leszek, jönnöm kell. Most csütörtök reggel már írtam nektek az SMS-t. Hogy ez nem biztos, hogy gyakorlatilag képtelen vagyok. Hogy menni akkor, fog, igen. Plusz akkor még nem tudtam, hogy mi a baj. Tehát, hogy ez most csak egy szimpla megfázás, ami túlburjánzott, vagy ez valami vírus, amit ha behozok, akkor... Mindegy, a legjobban döntöttél, hogy nem mondtad. Akkor a celebi vagyok, úgy úszik a... Ába érted, hogy öröm lesz nézni. Azt jól döntötted, hogy nem mozdod be. Igen. Úgyhogy ez történt, csütörtökön elmentem a doktorbácsihoz, aki mivel fogadott. Na. Ferenc, előre maláriásnak lenni. Mondom, doktor, elmegy maga. Ezt mondtuk, elmegy maga. Ezt mondtuk mi is, a hallgatók is mondták, hogy már most elkapod a maláriát? Hát mi lesz veled ott kint, ha már most maláriás vagy? Igen, akkor lehet, hogy hallgatta az adást. Igen. Úgyhogy ez volt, adott szépen gyógyszert, és akkor összekaptam magam azt otthon így. Na. Egy 4 napot, mondom, most már bejövök, viszont nem hagylak magatok. Jó, de most már nem cseppfertőző, meg most már semmi. Megkérdeztem, az volt az első két kérdést, tettem föl neki, az egyik, hogy fertőz-e a betegség, azt mondta, hogy nem. A másik meg az, hogy ha elkezdek szedni ilyen gyógyszert, akkor kinyírom-e az immunrendszeremet annyira, hogy már az Afrikába tartó járaton, érted, valami el fog engem ragadni, valami, hogy hívják. És mit mondod? Azt mondta, hogy nem, ez csak megerősít. Ferenc maga erős, higgy el, csak nagyon most jó. Néz ki. Arul, ezt is mondta, egy nagyon közvetlen helyes fiatal doktor van, és mondta, hogy ne menjen nyugodtan, mert magának nem lesz baja, és a barátainak se. Na. Viszont csak akarom mondani, hogy a boltig azért elmentem, a kisboltba már lemerészkedtem a napokban. Közfelháborodást váltottatok ki, ti ketten, ti alávaló na már megint mi? Berna hajderek, gyerekek, az van, hogy a mentalista hova tűnik, és üzgül Szulejmán zsrukin. Nyúznak ezzel, igen? Ezzel fogadott a néni. Ezek jó sorozatok egyébként? Aha, ezekről a sorozatokról mondták korábban azt, hogy úristen, hogy tényleg az RTL most már nem tud investálni, igen. Normális sorozatot, hogy meg kell vennünk tényleg egy török áltörténelmi sorozatot, amiben folyamatosan szapulnak minket magyarok egyébként, de most már azért csak összegyűltek annyian, hogy tudjanak ezzel is tiltakozni, 368-an. Ja, azt én nem tudom, hogy tiltakoznak, csak a boltos néni mondta, hogy hát mi lesz most már, és még egy nagyon fontos érve volt a műsorotok ellen, hogy a barátok közt 9:30 fog kezdődni, és ő már olyankor majdnem. De nem, egyébként rosszul tudja. Szegény néni. Hát mondd meg neki, nénye, ne nézzen, 9:40-kor már mi lesz? Aha. Ha a barátok között akar nézni, akkor előbb nézze. Nénye második Lajosnak szurkolja.
utólag is lehetne a Szulejmánnak. Ő nyilván azt olvasta el, hogy változik az RTL műsor struktúrája, érted? És akkor állt bele a kés az ő gyomrába, amin egyet ti fordítottatok, hogy se Szulejmán. Mikor fogom látni olyan a képet, milyen így űzgörbődörő fütyörőm, művész ura. Egyébként is a szomszédokat is leveszik Balázsék miatt. Azt se látta már. Kicsit borul a műsorán tényleg egyébként. Ezért pont, pont egy hét múlva kezdünk. Igen. De jó Isten, úristen. És holnap után már megyünk. Vasárnap nincs, nem jelentkeztek be? Most vasárnap. Hát ugye ti szerdán kimentek, fölkészültek. Hétfő az első. Hétfő az első. Hétfő az első. Aha. Vasárnapig még kicsit átszelemülés, lazítás, malária leküzdés, ebola vizsgálat, gyanú, meg mit, dzsungelbejárás, megkéselés, kifosztás az utcán. Ennyi. Tehát ez van betervezve. Túl vagytok mindenen, és akkor kirabolás, így van, pánikkeltés, igen. Sikátorok felfedezése, ez szerdától vasárnapig, és hétfőn van de, az első. De előtte még szerdán délután, mielőtt felszállnak a repülőgépre, létre fogom hozni a Tiltakozzunk minden ellen oldalt a Facebookon. Jó, lehet csatlakozni. Az menő lenne, van, tiltakozunk igen, minden ellen, és mindig minden ellen. Így van. Bármilyen változás történik valakinek az életében, az jöjjön fel és tiltakozzon. De mondta, hogy nagyon várja a műsort, mert aha, kedvelte már múltkor is a argentinait, nem a tiéteket, a celebet, csak nem érti, hogy azt drága Szulejmán, két ilyen nagyon nagy leszúrt gombos tiéte volt, a Szulejmán meg a mentalista. Én is egyébként olvastam ilyen hozzászólást a Facebookon, nagyon szeretlek benneteket, Balázs, de a Szulejmánt még jobban. De annak nincs vége még? Gyere, én megnézem, nekem annak nézettségén. Az már lecsengett, az egész ottomán. Megnézem, majd vannak nézettségem, hogy ezt tényleg mennyien nézték ezt a Szulejmán. Visszatekerek, ez milyen nap ment, mondja meg szerda nekem. Szerdán? Igen, szerdán. Heti ejtet, ezt is a 6 darabot buknak, vagy 8 darabot körülbelül, ugye? Ha jól számolok november végig, az mondjuk legbolyabb 8-8. Karácsonyra csak lesz Szulejmán. Így van, mindenkinek boldog keresztény karácsony. Nincs a Szulejmán sorozat. Nincs karácsony Szulejmán nélkül, megnézem, milyen nézettségeket nézett, nem tudom. Nem tudom, hogy most mi a helyzet ezzel. Biztos szeretem. Lehet, hogy néni abban masszív 6%-ba esett bele, akik éppen. De neki az a fontos. Ha jó, de majd akkor én sem szeretem, ha elveszik a kedvenc sorozatomat. Hát. Valahol kapja vissza az Szulejmánt. Hát csak át meg kéne keresni innek, hogy hova teszik át, tudod. Aha. Figyelj, szerintem miattuk csináljuk azt, hogy az egyik konfot, vagy az egyik napot végigtoljuk Durbánban. Jó? De szerdai. Akkor szerdai, azt már Durbán vagyunk. Te legyél hürem. Igen. Azt hiszem, meg küszmüdük vagy. Küszmüdük, hűdük. Jüssüm, jüküsü. Leszek én egyébként, az jó. Ja, gyerekek, olyan szép hétvége volt, hogy utolsó elbúcsúzás a családdal töltött, gyerekkel töltött, sárvári napokat töltöttünk együtt. Csodálatos ez a hely. Voltunk a Majorban is újra egyébként. Igen, mert másfél-két kiló répát etettünk meg az őzekkel, szerintem azok már nem élnek, ez egész biztos. Igen. Nem tudom, szereti-e, vagy megmérgezi. Fixatok az a rengeteg karotin. Vagy bírja, vagy nem bírja. Volt a kicsi őzike, amit nagyon szívesen őzik, éreztem hosszú-hosszú órákon keresztül, mi ott voltunk, és mondták, hogy ez szarvas, úgyhogy ez nagyon jó. Köszönöm szépen. Hát, most a kis szarvason, az hogy látod, hogy ez egy szarvas? Hát, agancsa van, azt hiszem. Hogy volt egy elvújtott, és passzolt. Jó, mert 8-10 családot, hogy hagyd az őzikét, gyere az őzikét, nézd benne itt az őzike, igen, és tudod, mindenki ott úgy nézte egy ideig, aztán elolvastam, hogy a 3x3 méteres betűkkel volt kírva, hogy ne etesse a szarvas csak saját felelősségre, vagy mit tudom én, vigyázz az állatruk. Ami dám szarvas volt. Aztán ott megnéztük a lovakat, egyébként ott voltunk a Major mellett, tehát nagyon gyönyörű idő, 26 fok, gyerekek, tehát, hogy nagyon szép fürdés, volt. Vízben, holmással, milyen furák vagyunk, nem? Bátor. Még a sikerben esetleg igen, fürdés, a népszerűségben és sárban, sárdagonya. Úgyhogy minden pillanatot meg. Tudod, amikor már előre búcsúzol, tudod? Még családozol, de már tudod, hogy már egy fél lábbal már ott vagy. Apa, menjünk gondolkozol. Ne menjünk benni, Ölejmű, egy napot. Szaladj ide, benni ma már 10-szer. Igen, na, lista összeírás, készülődés, bőrönt kirakás, ágyra pakolás, úgyhogy van még vásárlás. De amikor tényleg bármiről beszélgettek, akkor egy fél óránként így mindig megszakítja az éppen aktuális dolgot, az, hogy de majd ne felejtsük el a hajvágó szettet. Jó. Igen. De majd a C-vitamin mindenképpen pakol. Jó. Igen, és csak erről szól. Nem tudom, hogy lehet kapni, de azt majd... Jó. Semmit nem készül, úgyhogy semmit nem lehet ott kapni. Semmit. Mindent fogunk. Ez az utivasalót, azt igen. ez lesz csak olyan agresszív módon ez lesz, úgyhogy... Ja, nekem is listaírás, pakolás. Még nem kezdtem el, de... Szerda délelőtt listaelvesztés. Szerda délelőtt listaelvesztés, repülés előtt egy órával pakolás, fél órával a gépfelszállás előtt reptére kiérés. Jani keresés. Elment a büfébe venni még egy szendót. Igen. De hol? Hát most. Igen, last call van, 4,5 órája be kéne szállunk. És igen, aztán... Mindenkit fölhívtak, tartsátok vissza a gépet. Igen, ott ragadás Münchenbe, átcsekkolás, lesz kaland. Lesz kaland. Veled menni az...
Jó lesz az. Hát az mindenféleképpen. Az biztos. Mindenféleképpen izgalmas. Aztán megjöttök ti is. Bizony, mi ugye szombaton indulunk, vasárnapi reggeli érkezés, viszem a kis csapatot. Egy finom kis Kairóval. Az lesz, hogy vannak ezek a turista idegenvezetők, akik mindig egy ilyen nagy bottal vagy esernyővel mennek elől, és valamiféle kegytárgyat föltesznek erre a botra. És akkor tudod, a csoport tudja, hogy... Igen, esernyőt kell... vagy valamit. Igen. Már most szólok, lányok, srácok, másfél literes pálinkás bugykossal megyünk, mert az fertőtlenít. De szúrt fel valami úgy, botra, és akkor úgy azt tess föl. Igen. Lesz kötve, és én megyek minden elől. Minden magyar beáll mögétek. És mindenki jön, meg egy szál csabai kolbászlók, hogy tudjunk mit enni. Egyébként az kéne. Mindenki fülére teszel egy kolbászt. És akkor azt átengedik, mert hiszen az fülbevaló. Igen, na, ugye? Tehát az hozzá. Élelmiszert nem lehet bevinni, nyakában de így fokhagyma füzért, vagy paprikát. Viszünk ajándékot. Igen, a mi Hawaii-unk. Valamit kell csinálni. Igen, ez a 26 fok elején nem számítottam. Aha, mi volt nagyon ez? Jó volt. Mi volt? Visszajött a gyár? Én meg erre a reggeli 6 fokra nem számítottam. Az kicsit csípős, igen. Van egy kis lelkiismert furdása a nyárnak, és akkor most próbálja ebben nagyon komoly 4 napba visszaadni nekünk, ami az elmúlt 3-3 és fél hónapban nem volt. Az érett hölgyek ha nyara, ugye? Már ezt megbeszéltük a múlt héten csütörtök péntek áll, hogy hogy nem mondhatunk, hogy vénasszonyok élet hölgyek. Azért rájön már meg a menet. Mondd, hogy indián nyár. De hát az, ja, az a kultúrkörhöz. Igen. Szóval, hogy ez valami döbbenetes egész volt. Egész héten igen lesz, azt mondják, hogy ezen a héten még kitart. Nem, mit ír az okoska? Azt írja, hogy jó idő lesz, igen. Gyerekek, az jó. Mi tegnap a városban flangáltunk egy kört, mert a 2. számú gyerekünket, Somát, azt elveszítettük a hétvégére, mert a maminál aludt a másik. Az a jó. Másik tesó, és akkor ő mondta, hogy ő viszont a Noellel akar bandázni, és hagyjuk őt békén, mert ő azt mondta, hogy apa, én szabadságban élek, így mondta, szabadságban élek, hadd döntsem el a sorsom. Mondtam, gyerek, menjél, aludjál a nagyanyádnál, és akkor hármasban elindultunk. Az, ami a városban viszont volt tegnap délután, turistából, meg helyi kirándulóból. Őrületem. Nem hiszed el. Annyira jó, de ott a március 15-e teret megcsinálták az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. Az most már azt hiszem egy vagy két éve az kész van, és ott egy kitelepült egy kocsma, vagy hát egy ilyen kávézó a térre, és embertelen tömegbe leültél, olyan sütött a nap, olyan jó volt, mint egy tényleg egy világváros. Sokan vannak, tényleg sokan vannak. Sok. Igen, de rengeteg pénzt is költenek, hál' Isten, nagyon sok turista van. Igen, jövünk föl egyébként ebből a szempontból, tehát, hogy látogatottság, ugye nagyon sokáig Prága, meg a környező országban a nagyvárosok ránk vertek, és most egyébként mindegyiket lepipáljuk, ja. Ami döbbenet. Rájöttek ugye, hogy az euró-forint árfolyamnál ők jól járnak a külföldiek, tehát többet ér az ő pénze, meg szerintem föl is fejlődtünk mindenben, szolgáltatásban, így plastikaiban. Hosszú távon ne kell itt lakni, de ide jönni, megnézni, pár napot itt eltölteni, arra tökéletes. Nem múlik el napizgalom nélkül, főleg, hogyha ma is például még itt voltok, és korán keltek, mert akkor belecsöpeltek ők is egy kereves kis bombariadóba az M3-asok. Ez nagy volt, ezt nagyon hallottam jó egyébként, hogy hétfő reggel valaki ezzel szórakozik, hogy rohadjon már meg, hogy betelefonál, hogy bocsánat, itt vagy ott vagy amott, bombát rejtettem el. És de ennyi, hogy jó nap, hogy egy bomba van a kávinon, viszont hallásra is. Én már meg se lepődtem. Én komolyan mondom, hogy ki se vettem a fülemből a kis. Ezért fülhallgatómat ugyanúgy láttam, hogy a tömeg a villamosról, nem a metró felé, már nem is érdekelt, hogy miért, egyszerűen csak kagyarodtam a pótlóbusz felé. Hát tudtad, hát jött a busz, felszálltam, letett itt a izénél nép, semmi hát van, nincs. Följött a sin, ég, beázott, bomba, elütés. Ez van, hétfő reggel. Jó napot kívánok, Budapest. És tudod, mi a bosszantó, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen egy város életét tönkretenni, ez pont ennyi, amit te mondtál. Hogy jó reggelt kívánok, a Calvinon bomba van, és leteszed a telefont. Hát ha még megmondanák, hogy hol van, egyébként... Vagy amíg azt sem tudod, mondja, a metróban, tudod. És akkor végig kell vizsgálni természetesen az egész rendszert, hogy olyan kamu volt, nem volt, sajnos erre tényleg fel kell készülni. Adott esetben még igaz is lehet a hír. Természetesen most nem volt igaz, 2 órán keresztül be voltak zárva, csak kérdezem én egyébként, hogy például azoknak az üzleteknek a kárát ki fogja majd megtéríteni, akik ugye a metró területén hát vannak újságosan. Senki szerintem. Senki az égvilágon. Nem. Tök jó egyébként. Gratulálunk annak, aki ezt a dolgot így végrehajtotta. És akkor át kell nézni az összes állomást, ha azt mondja, hogy az M3-oson van meg az összes metrókocsit. Nem, egy megállomban mondták ott. Azt hiszem a metró egyébként most nem az, hogy jár, csak ott nem áll meg valami ilyesmi. Hát, ha pont nem, akkor robbantod. Csukják be a szemüket. Igen, túl vagyunk. Igen. Megint jön egy megálló bomba. Istenem, gyors, gáz neki. Elvileg az, hogy valahol van bomba, de hogy ott kiürítették meg, nem tudom, és most jár, legalábbis ezt mondta. Most már jár, most már jár. Azon a vonalon, azon a megállón nem áll meg. Mert ott még közben dolgoznak. Tehát ott ő úgy nem.
nem hajlandó megállni. Igen, ez érdekes, hogy ki kell úgy, hogy elrak egy bombát, nem? Vagy, vagy nyilván nem valódi bomba, csak hát minden ilyen bombariasztást meg kell nézni, tehát nem kezelték úgy, hogy anyára szórakozzá kis köcsög, az átteszi a telefon. Egyébként igen, szóval át kell nézni. Mi is utaljuk a hétfőt, de érted, ne szórakozzá mással. Mi a cél ezzel vajon? Valószínűleg elaludt reggel, és nem fog beérni a munkahelyére, így lezáratta a teljes metrót, és igen, akkor még egy kicsit ideje. Szerinted van. Igen? Újpestől. Mert a nevedet soha nem mondják be, ki nem derül, hogy ki vagy. Aha, tehát nem feltűnési viszketegség. Én is csináltam bombariadót, de hogy így... Ezt most miért kell? Tessék? Ezt most miért tudjuk meg ennyi év után? Én elég sokszor csináltam. De én mindig a saját iskolámban. De, persze. De te mindig a TV2-ben, úgyhogy ne kérj. Aztán később oda átszokott. Nem, ilyet ezt meglehetősen szemtelenül nyomtuk, ezt már sokszor elmeséltem. Az igazgatói mellett volt egy kártyás telefon. Aha. Kártya be, igazgató. Fölhív a portalen. Bomba. Letett kártya ki, persze meg. Mi történt? Menni kell ki. Kutya fáját. Az iskolából bentről, amíg le nem szerelték a telefont, addig sűrűn. Tudtuk ezt megcsinálni. Ennél jobb csak az, amikor a titkársággal kérdezkedsz be. Igen. Igen. Terikén, én elnézést hozzá kéne, hogy édesanyának már, hogy igen. Igen, picit rossz érzem, köszönöm szépen. Aztán erre rájöttek. Igen. Aztán erre rájöttek, és akkor azt mondták, hogy akkor szombaton le kell dolgozni, vagy le kell tanulni, meg az elmaradt dolgozatokat megírjuk, és akkor azt hiszem, talán még egy-két elkeseredett próbálkozás volt, ami ez már nem az én nevem fűződött, de nagyon rögtem, hogy jó van, egy-kettő még nem adják föl a hülyék, tudod. Talán a kicsik lehettek, és aztán úgy ez elmaradozott. Úgyhogy, igen. De egy metrónál ezt nem tudnám csinálni, vagy ezt nem nagyon értem. Hogy itt mi az indíték, nagyon, nem? Nagyon-nagyon sok embernek a reggelit teszik ezzel tönkre. Igen. Na mindegy, jól van. Volt valami jó a tévében? Nézett valaki valamit? Hogy tegnap este? Hány na, gyerekek? Sztárban sztár. Abba én is belenéztem, ilyen fél altatás, fél fürdetés, fél minden között. Ez zseniális a maszkmesteri munka, majd csak kibírom mondani. Nem tudom, mennyit dolgoznak rajtuk. Kint voltam a konyhában pont, és így csak így oda néztem a tévén, mert mondom, meghívták a Balázs Fecót, hogy zongorázon, és akkor majd jön valaki elének a dalát. Aztán kiderült, hogy nem, a Balázs Fecó nem volt ott, ő maga Tóth Vera volt. És így döbbenet. Nekem ő pont nagyon Tóth Verás volt, tehát én akkor szerettem volna, hogy ő nem énekel, csak zongorázik, de, és de nem szólal meg. Azt mondom, hogy nagyon Balázs Fecós volt, és amikor ő megszólalt, akkor sajnáltam, hogy énekelnie kellett, mert oda lett az illúzió. A varázs. Tehát Balázs Fecót soha nem énekel, ez a női hangod. Annyira Tóth Verás volt. Akkor Hevesi is nagyon jó Heves volt. Is nagyon, a Lajcsi is nagyon jó volt. Lajcsi. Lajcsi is nagyon jó volt. Hát igen, hiszem a keresztes meg az a másik csaj, az én őket nem... Nekem most nem sikerült, volt. Igen, a keresztese sikerült most olyan jó, mint eddig, mert egyébként ő nagyon jól is énekelt, meg olyan igen. Kunsztokat mutatott be eddig, hogy öröm volt nézni. A műsor nagy túlélője a Dukai Regina, tehát ő hogy jut tovább ennyiszer, és hogy ússza meg? És kedvelik. Szeretek, igen. Totálisan nonsense volt ez az egész. De... Egy kis baj van most, ugye, mert a transzvesztitok közösség, ezt ők deklarálták, azt mondták eddig, hogy a kökény felé fordultak, és azt mondják, hogy imádják a csávót, mert eddig ő annyira jó nő volt minden adásban, és hát most a Lagzi Lajcsi szett alatt nem tudom, hogy mi történt velük, de szerintem meg tudják bocsájtani majd a következő adásban. Igen. Megint nő lesz biztos. Jó kis műsor egyébként. Vittes. Ja, most igen, pont azt a célt, tehát, hogy itt már nem kell nagyon jól énekelni, tudjuk, hogy ezek az emberek jól énekelnek. Egyébként meg jól énekelnek. Igen, tehát ezt már tudod magadtól is, hogy vajon mást, hogy tud megformálni, az az érdekes. Meg hát a maszkok. Igen. Igen, jó volt. Én nem néztem, osztálytalálkozón volt tegnap középiskolás, úgyhogy nekem ez így nem volt, az jobb volt, az is szórakoztató volt nagyon, tetszett, igen. Jó volt, viszont egy nappal korábban néztem az X-faktort, és nem volt rossz, jól szórakoztam rajta. Viszont volt egy elég meglepő pillanat az X-faktornak, amikor egy hosszú nevű kislány, akinek majd a nevét később természetesen meg fogom tanulni, hogyha még lesz egy pár kör. Bejött, és nagyon félszeg volt, nagyon visszafogott volt, nagyon-nagyon-nagyon zavarban volt, ezt ő el is mondta egyébként, hogy nagyon lámpalázás szokott lenni általában. Annyira lámpalázás volt, hogy a szemüveglencse nélküli szemüveg keretében többször megtörölte a szemét, amit én nem tudom kiadhatott rá, de mókás volt, amikor elfeledkezett róla, hogy ő valószínűleg nem szemüveges. Vagy leszokott a szemüvegről. Vagy elég régen leszokott a szemüvegről, mert egy picit izzadt, és a szemébe kerülő könny, illetve verítékcseppeket úgy törölte ki, hogy átnyúlt a lencse helyén, és megtörölte kétszer. Tehát, hogy ha már valaki egy picit így azt az érzetet szeretné kelteni, hogy ő egy ilyen
picit félszegebb, picit, hogy is mondjam, csak ilyen zavarban lévő és önbizalom hiányal küszködő hölgy, és rád ezért egy szemüveget, ami egyébként úgy nézett ki, mintha egy bobosóba vásárolták volna, és lepattintották volna róla a bajszot meg az orrat, akkor az rakjon már bele lencsét is, hogy picit hitelesebb legyen. Lehet, hogy a stylistok találtak ilyen, hogy igen. Figyelj, legyen az, hogy akkor te most értelmiségi vagy. Hallod, mert tudod, a szemüvegesek, a homályok, az okulárék, a vizék, a dioptriák, tudod? Az kell egy olyan érzetet, hogy mindegy, legyenek jó hangok. De jó, én belenéztem, gyerekek, annyira hülye, az sokkal hülye. Hát de az hogy... eleje az mindig ilyen. De sem? Az eleje mindig ilyen. Nem látok olyan nagyon nagy énekeseket egyelőre, remélem, hogy lesz egy-két jó hang. Van, aki jól énekel, de azoktól se vagyok úgy elájulva. Úgyhogy majd meglátjuk, kíváncsi vagyok. Jól van. Na, hát most erre aztán végképp tényleg nem emlékszem. Mi volt a múlt héten a játékkal? Tényleg kikaptatok? Nem tudom. Azt hiszem ki. Tényleg? Azt szeretném feledni ezt a dolgot. Kettő hagynak benneteket, és onnan fordítanak 3-2. 2-1-ről véreztünk, 3-2-re tényleg? Hát szerdán 2-1 volt. Igen. Szerdán, amikor vége volt 10-kor az adásnak, akkor 2-1-jel búcsúztunk. Aztán két nagy ruha, szerintem. Két nagy ruha. De talán egy tőled, egy tőlem, nem? Vagy kettő tőlem? Vagy mi volt? Nem, az utolsót azt talán te vesztetted el, de... Akkor a csütörtököt te? Igen, így történt, úgy érzem. Ez lehet, próbáltad át. Úgy érzem, hogy logikus az okfejtésed. Igen, mert egyet játszottunk. Jól van, nem baj, lehet újra jelentkezni. Jó, egy elbukott hét után vagyunk, úgyhogy éhesek vagyunk a győzelemre. Nyilván. Bennünk vértítünk a hétvégén. Úgyhogy aki szeretne velünk játszani, tegye meg, hogy ír nekünk SMS, lehet nyugodtan arcoskodni. Gyorsan még egy közlekedés, nem jár a 3-as metró Újpest és az Árpád híd között. Szép hétfő reggelt, Suri küldte, ebben a pillanatban jött ez 6 óra 28-kor. Ha valaki tudja, hogy mi helyzet, küldjön nekünk még SMS, mi pedig jövünk a hírek után. Ez a reggeli Feri. Á, gyerekek, a utolsó reggelitek egyike, most úgy hoztam, hogy mind 3 napra jusson, mert jó, aztán úgy se reggelizünk. Aztán egy ideig úgy se hazai ízeket fogunk enni. Igen. Gyerekek, a Clooney megnősült. Hát odadobta magát a gyönyörű fiú. Ideje volt már mondjuk, mert 50. Újra nősült, egyszer már volt egyébként, aztán sokáig azt mondta, hogy nem, soha többet. És most újra. Nagyon komoly aktivista nő, meg van politikai újságíró, meg felszólal, meg... Biztos ezt fogta meg túlni. Szerintem bácsit. Igen, abszolút. Ugye? Tehát, hogy valami komoly. Nem azok a 2 méteres lábak és a dekoltár. Nem, ennek a nőnek agya van. Az igaz? Uh-huh. Az igaz, úgy jó házasodni, azt mondják, mert igen, később ez a hosszú láb nagy cici elmúlik, akkor azért jó, ha tudsz miről beszélgetni a pároddal. Igen, hol van Brad? Nem láttam sehol. Pedig Brad? Nagy haverok állítólag, gondolom forgat Máltán, nem? Azért ez menő, megérkezel egy ilyen kis csomagkal, ja, így a velencei. A többi politikai aktivistával együtt. Igen, a többiekkel együtt. Beúszol egy ilyen kis gondolán, és akkor ott megérkezem. Hát most sok hölgynek ment el az életkedve, az biztos. Szerényen. Istenem, nem élem túl. De jó, mert nem látványos az esküvő, szerényen megérkeztek. Igen. Egy ilyen 26 csónakkal, nem? Aha, tehát úgy... Igen, gyakorlatilag igen, a balti tengeri flottát alázva. Igen, külnék, becsordogáltak Velencébe 26 darab botok csónakkal. Picit megemelkedett a vízszín. Igen. Na, új hét, új remények, már mint nekünk, hát ha meg tudjuk nyerni a hetet, valakivel már is játszunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Hello, jó reggelt! Sziasztok. Hello, Angi! Honnan hívsz minket? Sziasztok! Hát alapból Nagy Ivánról. Na, Nagy Iván, de jó, Nagy Ivánról. Uh-huh. Ha, és mit csinálsz? Már dolgozol? Most éppen veletek próbálnék játszani majd, igen. Ezt titeket csődbe húzni. Alapból varrónő vagyok, igen. Varrónő vagy. Aha. De még akkor otthon? Nem. Már dolgozom. Munkahelyen. Uh-huh. Kell egy kis idő, amíg bali egy hullámhosszra keveredik a hallgatókkal, de ez 8:30-9 meg lesz. 7 óra van, hova van? Kávé és kész. Igen, most még a teámat iszom, de nem sokára rámegyek. Rámegyek a koffeinre, abban van a vitamin. És hol élsz? Tiszafüreden. Még egyszer? Tiszafüreden. Tiszafüreden. Na, Tiszafüreden. Hogy telt a hétvége? Munkával. Keményen. Hétvégén is dolgoznod kellett? Hát alapból kézműves vagyok, tehát az egy külön dolog. Jó, most még nyugodtan beszélhetsz, érzem én, hogy meggondolod, hogy mit kell mondani, de még nem megy a játék, úgyhogy nyugodtan.
Jól van, Angi. Na figyelj ide, drága. Kivel szeretné játszani? Balázsa. Erről van szó, hát persze. A sebzett vaddal? A sebzett vaddal, kérdezem én. Bármás szamáron ülök, vagy min ülök hát most? Figyelj, pónin? A múlt hét után szerintem visszaesés. Vissza, igen, vissza, igen. Vissza pónira? Aha. Igen, most... Úgy a béka hátán. Igen. Hogy van, póni, szamár, ló? Póni, szamár, ló. Póni, szamár, ló. Ne! Szóval egy szamár, hát, póni és ló. Így van. A szamár a legalja. Jó, hát a póni azért egy fokkal jobb, már egy fokkal lovabb. Igen, gyerekek, a szamár a legalja. Igen, 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 igen. Jó, akkor szamár? Így szamár. Most szamaragolsz kőkeményen. Ügetek a szamáron, igen. Jaj, jól van. Angi, figyelek akkor, jó? Elkezdjük a játékot. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, Angi, gondolom akkor szeretnék kérdezni. Szeretnék, hogyha lehet. Szeretnél? Így van. Jó, természetesen. Na. Mesélnél nekem esetleg az afrikai útjaidról? Milyen élményeid voltak eddig? Afrikában? Hát, ott voltál. Még soha? Ez lesz az első. Hát, leszámítva mondjuk Egyiptomot. De hát az kevésbé az igazi Afrikát jelenti azért. Na, és akkor milyen voltak a piramisok, meg hasonlók, megnéztétek-e? Az szép volt. Nincs nagyon közel ahhoz, ahova megyünk, de az szép volt. Te voltál? Hát, még nem voltál. Oh! Ott a vége, fussa hát ha micsoda csapda kikerülés, micsoda gondolkodás, micsoda agymunka, micsoda hárítás, kivárás, visszatámad. Elképesztő. Azt a mindeni. Na megfordulhatsz, most már előre nézhetsz a szamáron. Jó, szamár, de előre. Jó, oké, szamár, de előre. Nyergelhetik a pónit. Jó, jó. Hát finoman, még csak egy pokrócot rá. Igen, egyébként megzavartál ezzel a mesélye Afrikáról, mondom, úristen, valamit te tudsz, vagy én elfelejtettem, vagy mondtam valamit, hogy én jártam Afrikában, vagy egyébként valóban jártam, de Egyiptom azért az messze nem az igazi Afrika, mint ahol most megyünk mondjuk egy nemzeti park szélére, ahol este támadnak a leopárdok, vagy mit tudom én, tehát az más azért, de hogy összezavartál. És ezzel aztán magadat is kicsit, mert hittem. Igen, igen, egy kicsit saját magamat. De jó kezdés volt, kapaszkodtam, mint mondom, úristen, hova akarod ezt kihúttatni, ezt a dolgot? Jó, hát mindegy, így sikerült, majd remélem legközelebb jobb lesz. Bocs és kösz. Semmi gond. Yes! Köszönjük. Igen. Köszi a játékot. Legyen szép napotok, jó étvágyat a reggelihez. Drága vagy, Angi, neked is szép napot, köszi, ciao. Hello. Na gyerekek. Szép volt. Megkezdtük a hetet. Figyelj. Az utolsó hetet itthon. Ki tudja, mi lesz ott kint, de ezt most még beütjük. És csak 3 nap, úgyhogy kettőt nyerni kell belőle. Csak 3 napunk van, szerdán ugye repülőre ülünk, ketten, aztán Feri is csatlakozik, úgyhogy csütörtök péntek az már részben kint, részben még az úton, tehát hogy best of lesz már, mint ami az adásokat illeti, úgyhogy 3 napunk van, gyerekek, itt minden. Minden falatra szükség van, nem? Mindenre szükség csak van. Csak az nem derült ki, hogy Angi mit kézműveskedik. Sajnos, de majd talán legközelebb. Hm? Valamit var, vagy varrodában dolgozik. Kézműves varrodában? Igen. Szépen öltik, hímeznek, ja, ilyenek. Igen. Egyébként is tudjátok, hogy mi történik velünk. Mindent fogtuk hallni. Azt gondolom, ez egyértelmű. Teljesen egyértelmű, hogy előbb-utóbb ez történik odakint. Na most gyerekek, mi van ezzel a metróval? Valaki mondja meg, jár, nem jár? Rákos azt mondja, nem jár. Én közben hiszek a hallgatóimnak, aki azt mondja, hogy mit tudom én, jár, nem jár. Rákos azt mondja, hogy jár. Mert hogy megjött 6 óra 28-kor, hogy nem jár. Igen, de a BKK-nak a Facebook oldalapján jár a teljes vonalon. Jól van. Egy hete nem megy az online adásatok sem mobilon keresztül, se a Klassz FM honlapjáról. Nem tudjátok, hogy mikor javítják meg előre, és köszönöm, írja Krisztián. A Klassz FM honlapjáról, meg a morningshow.hu-ról szokott menni. Megnézzük mindjárt, jó? Bocsánat, ha valóban nem megy, akkor utána nézünk. 10-es út hatalmas dugó a vörösvári omlás miatt. Az de szép sztori. Azt arról nem tudok semmi, gyerek. Leomlott a fél ilyen támfal, és atya akkor nem lehet az útra rá menni. Jézus. Most tegnap előtt már csináltak valami kerülő utat állítólag, vagy valamit aszfaltoztak, lehet, hogy az eredetit, nem tudom pontosan, úgyhogy most elméletek tudsz menni, de nyilván van egy 30-as tábla, amit be kell tartani, úgyhogy az ott atya szegény. Isten, de sok eső gondolom, vagy valami, a talán most, és akkor szépen megérkezett, igen? Ennyi. Fú, de kemény. Jó, a 3-as metrónak utána nézzünk, jó? 3-asnak és a 4-esnek is, mert itt többen kérdezik. Három... Megyek, megnézem. Hát most ez a legegyszerűbb, érted? Kikocogok, megnézem. Megy, saját szememmel látod. Megy, érted? Persze. Jól láttam, megy? Igen, megy. 3 perc van pontosan, 7 óra jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Michael Jackson. Honnan ássák elő ezeket? Komolyan mondom. Az embernek több dala van már, meghalt mi előtte, nem? Folyamatosan jönnek az új dalok.
valaki kihúz egy éjjeli szekrényt, és három Rivotril, két Xanax, és nem tudom mi mellett talál három darab CD-t. Egyébként nyilván így van, tehát rengeteg... Iszonyat termékeny elhúnyt. Így van, de hogy rengeteg előadó ugye nem szereti azt a dalt, még dolgozna rajta, fiókba teszi, átküldi, számítógéppen lemezen, merev lemezen, tehát tényleg nagyon sok mindenkinek van dala. Mondjuk én ezeket soha nem értettem. Tehát amikor tudod, előkerül 30 tekercs, 60 darab nótával, és az előadó megfeledkezett róla. Ne, hogy nem erről ér, van szó. Emlékszem, de van ilyen. Ugye elfelejtette? Van ilyen, van ilyen. De az esetek hogy nem. Előkerül 30 darab dal, és akkor azt mondja, emlékszem, hogy ott voltunk valami szállodában, fölvettünk egy pár számot, és aztán ott hogy megfeledkeztük róla. Hogy feledkezel meg 30 darab? Igen, ez a ritkább szerintem. Inkább az lehet, nem, hogy elkezdi, nem tetszik neki, hozzáírna még, félig van kész, valaki befejezi, és akkor így jönnek a dalok egymás után. Hangmérnök eltette. Elteszi, van még alap, ehhez majd nyújjunk hozzá. Ezen is kellett valamit dolgozni, mert olyan semmilyen. A rajongók általában örülnek, de nem véletlen, hogy az előadó szerző annak idején nem fejezte be ezt a dalt. Nem tetszett neki annyira, valami hiányzott belőle, azért tette félre. De a rajongóknak minden öröm. És most slágerlistás már a lemez. Igen? Aha. Már, hogy elől. Érted? Tehát aki szegény, már nincs közöttünk. Egyébként nagyon érdekes, mert a Kempinski előtt van egy fa, amit a magyar Michael Jackson rajongók kineveztek ilyen emlékfának, tele van tapasztva mindenféle plakáttal, poszterrel, és tele van virággal. És most mentünk arra a hétvégén, és ugyanúgy ápolják. Tehát, hogy az emlék, meg maga az ember gyakorlatilag köztünk él. De csak a dalai által. Ott állt, ott megtámaszkodott, megigazított a fűteres cipőjét. Nem, onnan ők nézték. Onnan nézték. A szállodának az ablakában. Aztán, mit tudom én, hazajött éjszaka egy hakniról, mert fellépett valahol Csepelen, még Michael Jackson, amikor itt volt Magyarországon, és lebrunzolta azt a fát, és akkor ezt látta egy rajongó, és kinevezték Michael Jackson fának. És azóta ez egy Michael Jackson fa. Jack ott támaszkodott hajnalba a Kempinski előtt. Itt a kéz nyoma. Én két megszólás között hátra megyek, és találok magamnak egy Bruce Lee emlékfát itt. Jó? Ami mellett egyszer gondoltam. Nem. Hogy ott áll. Itt volt Bruce Lee, mondd azt nyugodtan. Jött aranyért volt. Ide. Váltott, és akkor közben. Aranyat váltott, igen. Na nézzük, mi helyzet az utakon, gyerekek. Van történés bőven, úgyhogy... Úgyhogy mondom, hogy mi a helyzet. Jó, Csorán a 85-ös főúton a vasúti átjáró javítás már zajlik, nagy dugó várható, Targonca doktor küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi történt az M1-esen? Hát egyelőre ezt nem tudjuk. Baleset történt, de már itt is van a válasz. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé több kilométeres a torlódás. Győr után 20 kilométerre teljes az útzár. Oh. Hú, gyerekek. Nem indul jól ez a reggel. Ugye megcsuklom. Pilisvörösvár rendben, Soromponában egy trafi. Ezt kaptuk SMS-ben, M1-e 150-es kilométernél van a baleset, több kilométeres dugó. Lébénynél még le lehet hajtani, ha valaki esetleg nem futott ebbe bele, akkor ott meneküljön. A Hanság pihenőhelynél van egyébként a teljes útzár Bécs felé. Ezt többen elküldték nekünk. Kopházi körforgalomban kamion rakománya, nagy a torlódás, kerülni a Fertőparttól lehet. Nem tudjuk, hol van a kamion rakománya. Valószínűleg a körforgalomba beleszakadt, igen. És a 10-es úton hatalmas dugó a vörösvári omlás miatt. Brian, ez igaz, hogy most hétvégén építettek valami utat, és oda terelnek több tízezer embert, aki egyébként próbál bejutni azon az útszakaszon, és valami hétvégén épített úton mennek most az omlás miatt? Mert hogy ott beomlott valami út, és építettek valamilyen elkerülő utat, ahol éjszaka még a kereszttáblákat keresték, hogy valamit ki tudjanak tenni. Letűztek három karót, két táblát, és most 10 000 ember azon a kis épített kerülő úton próbálja ezt az omlást kikerülni, ez pontosan igaz? Pontosan így történik, ebből is látszik, hogy milyen gyorsak, mert beomlott pénteken, vagy mikor is már hétfőre ott a kerülő. Hogy szükségmegoldásukban nagyon ott vannak a szerep. És ez hogy van, hogy egyszer csak ez így beomlik? Szóval, hogy ezt azért nem mond nekem, hogy ez teljesen természetes. Alámosta az a kis néhány patakocska, ami ott van. Hát az valószínűleg trágya munka volt, és egyszerűen alá. Ez a híres, beszakadt, nem? Vörösvasvári meredély, csak a híres kapta. A híres kaptató, és azt mosta alá a lezúduló esővíz, a hegyekből lezúduló esővíz. Meg azok a tektonikus mozgások, ugye? Hát, meg 3000 méter magasról érted, ha megindul a víz, az visz mindent. Az visz. Ott nincs mese. Azt mondja, ez épülő csomópont zsaluzata, és a támfal 10 méter hosszúságban omlani kezdett. Hát csak az úgy elkezdett omlani? Vagy hát, hogy? Magától? Elszúrták a zsaluzást, vajon? Nem egyszerű dolog ez, ez egy külön szakma. Az omlás, van, aki ért hozzá, van, aki meg kevésbé.
Hát valószínűleg már megbolygatták a talajt, és akkor azért indult. Aha, 30-al tudsz átmenni a kerülőúton, és a 3,5 tonna feletti nehéz gépjárműveknek pedig tilos is rámenni erre az útra. Az biztos, hogy a futóhomok voltak. Futóhomokra építettek. Na, srácok, még mielőtt megyünk tovább valamilyen külön témával, azért köszönjük meg annak a 77 embernek, akik pénteken itt voltak, és a vérüket adták a hazáért. 66-an tudtak gyakorlatilag is vért adni, mert ebből a 77-ből kiszűrtek 11-et. De nagyon szépen köszönjük nekik, hogy időt szakítottak ránk, meg azokra, akik rászorulnak a vérükre. Eljöttek, és azt gondolom, hogy ezt elégedett a Vörös Kereszt? Nagyon elégedettek. Jó, rendben van. Ez egy kifejezetten szép mennyiségnek számít, főleg annak tükrében, hogy azért mégiscsak munkaidőben volt pénteken reggel a véradás. Az jó, 50-60 ember már abszolút segít, ez komoly mennyiséget lehet tőlük levenni, tehát az jónak. Az őnek számít. Időintervallumilag nem is nagyon férne bele több. Tehát erre számítottunk, hát azért ennyi idő kell. Míg ezt egyébként megcsinálja a Vörös Kereszt. De akkor aranyosan távoztak, mosolyogtak. Így van, mindenki örült, mindenki boldog volt, és mi is azok vagyunk most. Jól van. Köszönjük. Köszönjük mindenkinek. Na, van egy száguldó riporterünk, aki nagyon sok jó anyagot csinál. Ugye Novák András többször volt vendég itt a stúdióban, többször hívtuk már telefonon. És... a közös bennünk nem sokára az lesz, hogy mindannyian Afrikában vagyunk. Á, nem már. De ő is kint van. Jelen pillanatban Szomáliában forgat. Nagyon érdekes helyen. Egyébként a világ egyik legveszélyesebb városában. Szomália fővárosában talán. Mogadisuban. Mogadisu, így van. Viszont meg tudunk kérdezni egy-két dolgot. Többek között például, hogy tudsz-e kolbászt csempészni Amerikában? Azt már megvalódva, dupla fenekű bőröndel otthon. Meg egyébként én utána néztem ennek, mert tényleg az élelmezésünk az elég fontos dolog, hogy kibírjuk ott ezt a több hetet, amíg kint vagyunk, és én már megnéztem, kivinni nem lehet. Tehát hivatalosan nem lehet, hogy vagy a testemre szikszalagozom a téli szalámikat, igen, fogok ülni 10 órán keresztül, hogy tudjunk mit enni, vagy a dupla fenekű bőrön. Uh-huh. Igen. Szomália, Dél-Afrika nincs azért annyira közel egymáshoz, de legalább már hasonló oldalon nagyjából. Bár mondjuk ugye Dél-Afrika ugye pont a legalján van, de Szomália már egy kicsit jobb rám, mint például, ahol ugye az ebolával érintett területek vannak, mint a Libéria, meg Sierra Leone, tehát ez ugye pont a másik oldal. Igen. Etiópia, Szomália. De... és hát, ha tud egy-két hasznos tanácsot mondani, hogy mire készüljünk mi Afrikával kapcsolatban. Ismerve néhány dolgot így Szomáliáról, meg az ottani állapotokról, azért az ember nem annyira bánja, hogy mi mégiscsak Dél-Afrikába megyünk. Igen. Hát ott azért egy kicsit rendezettebbek a viszonyok, igen. Viszont ő ott forgat, és rögtön elmondja nekünk, hogy miről forgat, mert hogy ő mindig érdekes helyekre megy. András, jó reggelt kívánunk neked! Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hello! Na, van egy kis csúszás a vonalban, mert azért elég messze vagy. Kezdjük akkor az elején, hogy mit csinálsz ott, mióta vagy kint, mit forgatsz? Igen, egyelőre ennyi. Gyorsan egy helyzetjelentés, tehát az Indiai óceán partján vagyunk, 1 órával több az időeltolódás, tehát nagyjából ugye egy 8 óra 20 perc van. Mindenképpen szerettem volna bemutatni azokat a magyar katonákat, akik ide jönnek, tehát ez a világ egyik legveszélyesebb országa, a legveszélyesebb városa, ugye Mogadisu. És hát a legfontosabb cél az, hogy bemutassam, hogy ők hogyan forgatnak, ezért egy picit azért az ebolába is beleforgatunk, mert azért ebola helyzet itt is van, hiszen hihetetlen készültség van abban a szempontból, hogy itt azért óránként jönnek, mennek a helyi járatok, és egy fertőzött beteg, hát akár 2 óra alatt áthozza, ugye 3-4 hétig lappang egy betegben az ebola, tehát azért van ebola készültség is. Hát a másik meg bemutatni ezt az országot, ahol az Al-Shabaab terror szervezet, majdnem azt mondom, hogy uralkodik az egész országon, és folyamatos merényletek vannak, szóval egy nagyon-nagyon veszélyes ország, ezért vagyok itt. De a reptére lehet ezekből a biztonsági intézkedésekből érezni valamit, hogy miről hőtérkép, vagy nem tudom, megnéznek, kiszednek a sorból, megvizsgálnak, hőmérőt tesznek a hónod alá, van valami ilyen? Nem. Tehát azért ezt úgy kell elképzelni Szomáliát, hogy egy nagyon-nagyon szegény ország. A repülőtéren semmi nincs, fegyveresek vannak, katonák vannak, illetve a különböző missziók, az afrikai misszió, az ENSZ misszió, illetve az EU-nak van itt egy missziója. Azok a katonák tulajdonképpen saját magukat, nekik van egy úgynevezett egészségügyi szolgálatok, akik ápolókban állnak, orvosokban állnak, és őket ellenőrzik. Az ideérkező afrikaiakat nem tudják ellenőrizni, de hihetetlen nagy az átmenő forgalom. Annyira nincs közigazgatás egyébként a repülőtéren, hogy a repülés irányító az úgy néz ki, hogy egy toronyban ül egy fickó, leszó rádión a pilóta, hogy leszállhatok, világítás semmit, mondta, te látsz valakit a kifutópályán? Nem, akkor szálljál le, és ennyi a történetem. Az égvilágon semmi nincs. Nem akar. Tehát nem, hogy hőkapu meg ilyenek.
Jó, nem, mi csak azért mosolygunk, mert hogy mi is indulunk egyébként Afrikába. Nem ugyanoda, tehát mi Dél-Afrikába megyünk, ami talán egy fokkal civilizáltabb, sőt, hát azt hallja az ember, hogy azért talán jóval civilizáltabb, mint mondjuk Szomália, Etiópia, ugye, hát azért ott vannak. Vannak hiányosságok. Minden esetre ezt így hallva, hogy például egy légirányító az hogy működik, és hogy teszi le a gépet, nagyon biztató. Nagyon biztató 3 nap múlva elindulni. Kecskéket vigyétek arrébb! Igen, mi mondjuk fejletebb helyre megyünk, mert ahol mi szállunk le, ott a repülőtérnek például vannak fedett épületei, zsindelje. Igen. Hát úgy képzeljétek el a Mogadisű repteret. Egyébként persze Dél-Afrika sokkal kulturáltabb, tehát ott rendes váróba be tudtok menni, ott lesz büfé, tudtok enni, tehát sokkal jobb helyzet. Van igaz maláriás szúnyog. Van Dél-Afrikában, Szomáliában a szél miatt, itt viszont nincs maláriás szúnyog. Tudom, hogy erről múltkor beszélgettetek. Mondtam is a Balázsnak, hogy van egy nagyon jó applikáció, tehát töltsétek le a telefonokra. Már letöltöttem. Figyelj, ezt te küldtenek, ez ér valamit, mert én leszettem 0,89 eurocentért. Mindenki hangosan röhög, hogy mekkora balek vagyok. Én még mindenkinek nyomkodom, hogy higgyétek el, tuti embertől kaptam, hogy ez valójában működik. Nagyon jó. Ér valamit ez az applikáció? Emlékeztek, bejelentkeztem tavaly az orvos misszióból, emlékeztek Ugandából. Igen. Orvosokon volt olyan óra, amelyik ilyen speciális frekvenciát ad, ki be lehet állítani azt a frekvenciát, amelyiket az adott országban élő szúnyogok nem bírnak. És az orvosok azt mondták, hogy ők egy szúnyogcsípést sem kaptak, tehát nem volt probléma velük, és erre kitaláltak egy olyan applikációt, hogy ezt egy óra tudja, akkor ugyanezt a frekvenciát a telefonod is tudja. De van ingyenes applikáció, tehát ingyeneset is le lehetett volna költeni, Balázsra nem kellett volna megvenni, de mindegy, hogy jó. Ja, most azért hát, ezt kibírom, tehát nem a 89 eurocent, tehát nem ezt sajnálom, csak például a Jani meg a Feri hangosan röhögtek, hogy mekkora hülye vagyok, mert mindent elhiszek, hogy megnyomok egy gombot, de emberi füllel nem hallható tartományban, ugye nyom valami olyan frekin, amin állítólag ugye azt mondjuk, hogy elmennek. De mert akkor ez ilyen is állítható. Igen. Az elején egy picit hallható. Egy picit hallható, a mikroporma egyébként bezavar, tehát ez majd nektek kell kitalálni, hogy amikor én csináltam a stand-upot, akkor a mikroporma egy kicsit bezavar, de inkább több helyen és többféle módon védekez a maláriás szúnyog ellen, mint sehogy. Tehát ez a biztos. Én az orvosoktól tanultam, tehát ezért használtam. Jó, figyelj, nekünk végső mencsvárként még mindig ott van a Szent László, ha jövünk vissza. Hát tehát persze. Egy utolsó védőháló nekünk még mindig van. Nincs is egyébként annyira messze. Várnak már ott minket, felkészültek a fogadásra. Az a néhány magyar orvos, aki még nem Ausztriában dolgozik. Igen. Figyelj, te ott kikkel forgatsz pontosan? Tehát mit csinálnak a magyarok? Oké, hogy békefenntartók, de hogy velük mész és az ő életüket mutatod be, vagy az ottani feladatokat? Hát békefenntartók, az EU-nak van egy olyan missziója, hogy segít a szomáliai hadsereg kiképzésében. És ebben részt vesz 13 nemzet, és köztük vannak magyarok is, kiképzők is, logisztikai tisztek, és hát miután tényleg a legveszélyesebb ország, Szomália, ezért gondoltam, hogy ezek a magyar katonák megérdemlik, hogy őróluk legyen egy financiám. Tehát igazából közigazgatás nincs Szomáliában. Egy hihetetlen két fogadott, amikor leszálltunk ide. Azon a repülőn ült a szomáliai elnök, amin mi utaztunk. Na, kijött a repülőből, akkor ugye hatalmas egy zenekar, táncosok, ilyen afrikai tárdákkal körbeugrálták. De integettél a gépből, ahogy kiszálltál. Igen. Nem, csak egy riporter vagyok. Köszönöm. Igen, viccelt, mi mögötte voltunk. Igen, ez idáig teljesen rendben. Van ugye egy afrikai országban nagy ünneplése, fogadják az elnököt. Igen, ám, de az elnök gépe mögött volt egy másik repülőgép, egy felségjelzés nélkül, Etiópiából érkezett, és bálástól rakták ki a kábítószert. Ugyanis itt kereskedelem nincs, tehát külföldiek egyáltalán nem jönnek Szomáliába, mert annyira nagy a terrorveszély, hát naponta, hetente vannak robbantások és rablások, tegnap előtt elraboltak egy török üzletember. Hogy képzeljétek el, hogy a legnagyobb kereskedelmi tevékenység az Etiópiából érkező kábítószer, az úgynevezett kát. Én nem tudom, hogy hallottatok el róla. A kát az olyasmi, mint a kopa levél, ugyanolyan hatása van, rágják az ingyüket, így ingerli, vagy stimulálja, és olyasmi emlékeztek, hoztam nektek kuka leveles teát. Alig várjuk, hogy újra gyere. Engem azt tartott életben másfél hónapig. A feleségem mindig mondja azt a hetet. Na, szóval itt el lehet képzelni, hogy mennyire abszurd a jelenet, hogy miközben az elnök ott parádézik, és mögött körülöttek katonák, közben pakolják ki a kábítószert ilyen nagy bálákba, tudjátok, van ez a barna szigetelő, szóval ilyen egyméteres bálákat nyomják le a repülőről, és ez mind az elnök háta mögött, és ez teljesen természetes, ugyanis az Al-Shabaab azért nem támadja a repülőteret,
mert engedik nekik, hogy innen menjen a kábítószer, ez egy úgynevezett állam és terrorszervezet közötti alku, azért lehetnek a béketentartók például a repülőtéren, természetesen ez hivatalosan senki nem tudja megerősíteni, tehát a kimész a repülőtéren, minden nap megérkezik a kábszállító gép, és akkor béke van, a repülőteret nem lövik, itt lehetnek a nemzeti csapatok, és akkor segítenek a hadsereg kiképzésében. Atyaisten, azért ezt így halva ezen az ember elgondolkodik, hogy Európa azért tényleg mennyire a világ bölcsője, lehet így mondani, nem? Hogyha megnézed Afrikát, megnézed Dél-Amerikát, megnézed Ázsiát, hogy itt mi zajlik. Egyszerű biznisz, ha van kábítószer, leszállás engedély. Nem lövünk, ha nincs, akkor lövünk. Ilyen egyszerű. Jó, de itt mikor utazhatsz együtt a Góréval, érted? Ott meg a Novák és az Air Force One-nal utazik. Hát várjátok, van tengeri kereskedelem is, hát magad is van, hatalmas kikötője van, de innen folyamatosan mennek ki a halászhajók, és most képzeljétek az idézőjelet hozzá, hát a szomáliai kalózok innen indulnak el. Tehát van tengeri kereskedelem, hozzák az árut, csak azért nem pénzt adnak, hanem fegyverre kikényszerítik a nagy nemzetközi úszályokból, illetve teherhajókból. Tehát itt igazából három dologból élnek az emberek, a kábítószer ugye az Al-Shabaab uralja az ország déli és északi részét, ugye a szomáliai kalózok a tengeren lerabolják a nemzetközi hajókat, és a békefenntartók hozzák ide a segélyeket, és akkor a egy részét szétosztják, a másik részét pedig a helyiek eladják egymás között. Hm. Igazi üzlet, igazi kereskedelem nem létezik Szomáliában. És egyszer valakit láttak földet művelni is, de az biztos csak elásta a kábszert. Döbbenet egyébként, hogy az ember mennyi minden nem tud a világról, nem? Hogy működik, hogy kicsit az ember hajlamos azt gondolni, hogy mindenhol hasonló állapot van, nyilván kis túlzással, de hogy ez, amit például hallasz, hát ezt így európai fejjel baromi nehéz. Mondjuk megint hálás vagyok érte, hogy Lőrinci vagyok, és nem Mogadisui. Ugye? Tehát mennyire nyugodt életed van. Igen, a szomáliai kalózokról egyébként az a Tom Hanks film az egészen kiváló, bár egy ilyen popcorn mozi, de ugye pont a szomáliai kalózokat mutatja, hogy egyszerű halászok egy AK-val egyébként kimennek a nyílt vízre, és rohadt nagy tankerhajókat állítanak meg, és nem tudják őket megállítani. Igen. De hát erre külön, igen, erre külön iparág szakosodott itt, és ebből nem pár százan élnek, hanem több ezren. Tehát erre megvan a módszer, hogy hogyan mennek el, tudják meg, hogy mikor merre mennek a hajók. Ugye az Indiai óceán mellett vagyunk, rengeteg az Európát és az Ázsiát összekötő kereskedelmi útvonal, hát hihetetlen mennyiséget szednek le, és hát akkor, ha már filmről beszélünk, a másik nagy film, ugye a Black Hawk Down, a Sólyom végbeszélben, az itt történt Mogadisuban. Amikor ugye amerikai katonák, tengerészgyalogosok, Delta Force-osok, ugye egy visszabadító akció, egy 20 perces akció helyett 48 óráig harcoltak a helyi gerillákkal, ilyen gerilla harcosok, akkor még nem volt Al-Shabaab, de hát a helyzet azóta sem javult, sőt, hát az Al-Shabaabnak most már 40 ezer tagja van. Összehasonlításképpen mondom, a Magyar Honvédség 27 ezertől. Jó, de hát, mi erősek vagyunk. Jó, de mi oda csapunk azért, ahol kell. Te velünk nem szórakozik senki. De nálunk minőség van, érted? Rend, fegyelem. Bizonyám. Voltál esetleg azokon a helyszíneken, ahol a Sólyom végveszélyben játszódott, illetve az eredeti események történtek? Nem lehet oda menni. Tehát minimálisan lehet csak a városban közlekedni, életveszély. Tehát amint meglátják, hogy fehér ember vagy, a civilek azért visznek el, mert pénzt remélnek érte, tehát megy egyből a levél a fülükbe, hogy akkor 100 ezer dollárt ér a fehér újságírónak a feje, akkor azért. Vagy a katonát visznek el, mert mondjuk szintén valami pénzt kell érte. Ha meg a helyi rendvédelmi erőkkel, mondjuk a katonákkal vagy a rendőrökkel találkozok, akkor semmi más nem mondanak, mint annyit tudnak, hogy permission, tehát engedély, és ha nem tudtak itt valami helyi nyelven lévő papírt mutatni, hogy te ott forgathatok, meg lehúznak annyi pénzre, amennyire csak tudnak. Tehát nagyon veszélyes. Néhány utcányit kisétáltunk itt a tábor körül, és elmentünk egy piacra, ugye a piac mindig érdekes. De hát szabadrablás van, a víz is úgy működik a repülőtéren, azt még elmesélem, hogy bejössz, és akkor azt mondják, hogy a hasukra ütnek, és azt mondják, hogy 50 dollár a vízum, 100 dollár, 280 euró, tehát ott az orrod előtt találják, hogy mennyibe kerül a vízum, hogy a gyere Szomáliába. Tehát ez igazgatás semmi. Óriás, és meg is beszélik egymás között, hogy a magyar sávótól mennyit kérjünk. Igen, nézzön a riportra, a kamera van, hát akkor igen, igen. Hát kérdés, hogy mennyit érnél, igen, ha valóban tárgyalót kellene. Na jó van, András, nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra. Jó, meddig vagy egyébként kint, meddig forgattok? Na, most végeztünk, tehát lassan felszállunk, hála Istennek most lesz a vége. Azt kell, hogy mondjam, hogy jó elmenni, tehát gyönyörű idő van, 30 fok. Ahogy a katonák mondták, óceánra néző ablakunk, valóban.
de hát nagyon veszélyes. Tehát azt mesélik, ők is azt mondták, hogy nincs olyan éjszaka, hogy ne lövések lennének, és ne lennének robbantások, pedig magad is még a nyugodtabb rész délen hihetetlen sok a támadás. Szóval végre vége. Annyit hagyd mondjak el, hogy jövő héten lesz az ATV-n a film, a világhíradóban, és akit érdekel, hogy hogy élnek a magyar katonák, és érdekel az Al-Shabaab, akkor arról lesz a film. Jó, de most már csináljál már egy filmet, légy szíves, a Jánoshegyi libegőről is, vagy nagy csarnokról, vagy ilyenek. Annak a családod jobban örülne. Egyébként családod van, tehát mit kolbászolsz ilyen helyeken, mint Szobália, meg nem tudom, Etiópia. De úgy van, gyerek van, család van, hát most már ne kújtorogjál. Tessék végre fölnőni, otthon maradni, aztán gyereket nevelni, érted? Ez az állandó így van. Kajtatás a kaland után. Teljesen igazad van, Balázs. De azért a te fiad is gondolkodik majd, amikor szaladgálsz a maláriás tűnyögök között. De szépen visszaszállt! Júj, de szép! Ez jó volt. Ez jó volt. Na, jó van. Akkor most visszavadulok. És átgondolom, mit mondják. Nem is hívunk. András, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Jó utat neked hazafelé. Köszönöm szépen. Hello, Novák András, az ATV riportere Szomáliából. Köszönjük szépen. Gyerekek, úgy is tudjuk, hogy mi vár ránk. Úgy is mindenki tudja. Páko is megmondta. Gyerekek, azért ezt hallva, hogy milyen állapotok vannak, nem ugyanaz egyébként. De ugye, hogy milyen szép helyre megyünk, na? Ugye? Szomáliához képest. Remélem, lehet képes lapot kapni. Én mindenhonnan küldök. De szép lesz. 7:30, pontosan 1 perccel. Ove bácsira, Berurénire lehet jelentkezni SMS-ben, ha valaki játszana velünk, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48, lesz pontosan 4 perc, na gyerekek, elnyomtunk valamit? Sokan átkapcsoltunk. Szeretik, sokan szeretik ezt a dalt. Na tessék, ez de nem, jó teljesen muzika. Megleptem. Megleptem önmagam ezzel a dallal, meglepődtem picit, na. Nagyon sokan ebben szeretik, mik ezek a zenék? Nem, a sláger nyomott ilyet régen, nem azért csak, de meglepődtem ezen a dalon. M1-es halom irányába ismét halad a sáv, vagy halad a forgalom 2 sávon, ezt Rajmond küldte nekünk. A Hanság pihenőnél egy kamion ledörgölt egy kis buszt, a sor a Lébényi kihajtóig ér, ez az M1-esen van, szintén a Mosó-Magyaróvári kihajtó előtt. Kópház a körforgalom nyerges kamion lepakolt, italt szállított, ott is elég nagy a baj, az a helyzet arrafelé, köszönjük szépen. Újpalotáról a keleti felé Miskolc utcánál 1 sáv lezárva, Bosnyák térnél sárgák a lámpák, Tököli Hungária áll, a leleményes autósok a buszsávban, Újpalota, Hungária 50 perc, szép napot. Ezt Petra küldte nekünk. Trafi van Újkígyóson a Bányánál, ezt pedig Tóni küldte. Mi van Újkígyóson? A Bányánál. Bányánál? Ezt te tudod. Haverok kiálltak? Szerintem csak vicceznek, ne menjetek. Aha. Gyors, ne menjetek, ne. Valószínűleg igen, ott a kivezető szakaszon volt egy régi homokbánya, igen. Az már nem bánya. Hát vagy ékezet nélkül jön. Bonya. Hát az SMS, és igen. Legtöbb SMS ékezet nélkül jön, szenvedek is egyébként, hogy gyorsan át konvertáljam, igen. Emlékszel ott egy banyára? Többre is. Aki trafizott. Többre is. Igen. Na, van egy nagyon helyes SMS, visszahívjuk az illetőt, mert érdekes a dolog, a NAV ellenőrök papnak öltözve, illetve kisgyerekkel jártak nálunk. Érdekes, csak ebéd és vacsora időben múlt héten 3-szor jártak az éttermünkben, írt egy hallgató nekünk, és hát gyorsan föl is hívjuk, megkérdezzük gyerekek, hát mi sok mindent hallottunk már a NAV ellenőrzésekről, meg hát erre nyilván szükség is van, nincs ezzel baj, de a papnak öltözve azért ez zseni, ez zseni. Tehát ez gyerekek, ha ez valaki megcsinálja egy rendes papír, ebben rendben lesz, hogy kell elképzelni. Hát kb. Igen, nem vagyunk mi angyalok, Sean Pennel és Robert De Niro. Óriási. Itt van a hallgatónk, aki írta. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Zsolt, ugye? Igen. Hát ez az SMS, amit írtál, ez tök komoly? Persze. Figyelj, ez elképesztő. Ez elképesztő. Igazi álca. Ezért is írtuk, mert mi is kicsit az egyházak meggyalázásának érdekel. Most nem is azt gondolom, hogy az lenne, hanem már ez a fajta leleményesség, vagy ez a fajta, hát gondolod, ezt kell menni, kikölcsönözni, levarratni, megszerezni. Hát ez komoly meló. Hát nem tudjuk, mert egy kis bőröndöt is húzott maga után. Tehát amikor jött, akkor láttuk, hogy a jön egy pap, csodálkoztunk is, hogy mit keresként bőröndel, de valószínű lehet, hogy még volt nála más öltözet is. Hát vagy a Szent Herekék abban volt. Igen. Igen. Merre van ez az étterem? Nem kell pontosan megmondani, csak hogy körülbelül hol vagytok. Mert olyan novellerőrzést kapsz, olyat kaptok, megőrültek, igen. Nem, hát jönnek, mert a múlt héten 10-11 étteremünk volt, vagy van nyitva, ugye még itt a kopaszügyákról beszélünk. Aha. És átlagosan mindenütt a héten, elmúlt héten 2-3 ellenőrzés volt minden étteremben.
Jó, hát azért tegyük hozzá, hogy rengeteg hely még mindig úgy működik, hogy például nincsenek bekötve a pénztárgépek, ami számomra azért teljesen fura, tehát azért néhányan még mindig megpróbálják magukat kivételnek érezni, hogy nem kötik be, húzzák az időt, majd még nyerészkednek egy kicsit, hát ez van most jó, nem jó, be kell kötni. Tehát abban is van igazság, amit a NAV csinál, de mondjuk a papírruha az zseniális. Nagyon kemény. Kivetőket észre először, vagy hogy volt? Nem, hát én láttam, hogy jönnek az úton, de beültek étterembe, és tanítok a kollégák, hogy szóval menjek ver, hogy ott ülnek, ebédeltek, ahogy kell, és utána mutatták az igazolványokat, hogy edzőkönyvet vennének föl, hogy itt jártak. Ha. És a kisgyerek a pappal volt, vagy egyszer már? Egyszer... Nem, ez egy különálló. Azért, az durva lett volna. Egy hölgyel volt. Aha, azt hittük, hogy vitték magukkal egy minisztráns gyereket. Nem, ez egy másik pár volt gyerek kisgyerekkel tegnap. És így felmutatták az igazolványt, és mondták, hogy ilyen horvát atya NAV. Igen, nem hogy lehet, hogy egyébként tényleg van egy papi végzettsége, csak kiugrott abból a dologból. Hát, mindenki úgy öltözködik, ahogy akart. Azt gondoltátok, hogy papi meg így öltözködik. Hát most nem. Hát nincs ezzel gond, jöjjenek, csak azért ez már kicsit fura. Illetve meg... az, hogy csak ebéd és csak vacsora időben járnak. Ami azért gázért, mert van egy teltházad ebédre, mindenki megőrül, a konyha úszik, a pincérek rohangálnak, és akkor olyankor azt mondják, hogy hát akkor most legyen olyan kedves, üljünk le, töltse ki, van, és írja. Igen, és azt nem tudom, ez körülbelül egy óra, másfél óra, míg ők jegyzőkönyveznek. Tehát igazából ez meg a másik, hogy föntartják a kollégát, ugye, mert ugye adnak az adatai kerenk, hogy kiszolgálta őket, és annak oda kell ülni, megírja az adatokat, elolvassa a jegyzőkönyvet, aláírja a jegyzőkönyvet, és ez körülbelül egy másfél, most egy étterembe mondjuk egy pultost kiszedni, vagy egy felszolgálót egy órára, mikor teltházad van, az kicsit gáz. Hát nyilván ők erre nincsenek tekintettel, nem is feltétlenül szükséges, hogy ők erre tekintettel legyenek. Hát ők most nem azt nézik, hogy neked mikor jó, hanem jönnek tulajdonképpen ellenőrizni. Hát jöhetne délután is, persze, hát igazából. Rendben találtak mindent egyébként? Igen. És igen. Ha rendben talál, akkor is jegyzőkönyvez, érted? Önkor nem lehet azt mondani, hogy uraim, tökéletes volt minden, köszönjük. Aha, gondolom nekik ezt le kell jegyzőkönyvezni saját maguk felé. Igen. Igen, csak lehet, hogy akkor a számlájukat nem fizetik ki, mert nem azt mondják, hogy csak vitték, ezt nem tudjuk. Mi sem, csak hogyha jegyzőkönyv van, ugye, mert ugye ezeket a juktákat, amiket ők bevisznek ott a pénztárnál, fizetik nekik. De nem saját zsebből van, fizetik ezeket a mulatságokat. De neked kifizetik, hát neked kifizetik, nekem? Tehát nem ingyenesznek, persze. Hát itt igen, de azért ott az a NAV-pénztárban visszakapja. Tehát az meg megint a mi pénzünk. Hát ez a munkája, hogy ellenőrizzen, hát persze, hogy nem saját zsebből teszi, azért azt megértem, gondolom, de uram, ön hát mától NAV ellenőr, igen, de 100.000 forintot viszont végig kell próbálni a 600 éttermet, hát most... Igen, barát, csak háromfogásos ebédet, vagy háromfogásos vacsorát, meg üdítőt hozzá, azért az kicsit szerintem elég drága mulatság. Á, az is benne van a forgalmadba, örülj neki, nekem nincs bajom az ellenőrzéssel, a miként el, meg hogy egy héten háromszor jönnek. Igen. Tehát, hogy oké, hogy egy hónapban egyszer ellenőrzik az ember, de most ez a divat, háromszor visszajönnek, mert azt mondják, biztos megúsztad az elsőt hétfőn, na majd szerben. Ravaszkodtál, aha. Na, de örülj neki, hogy nem kellett elmondani a 10 üdvözlégy Máriát, hiszek egyet. Hát most de lehet, hogy a szívesebben mondtál volna, de figyelj, kezdjétek. Már gondolkodunk, hogy kiteszünk egy ilyen foglalt táblát a munkatársai részére, hogy ők legyenek mindig. Annak nem biztos, hogy örülnek. Ne cibáltam. Szerintem az a legjobb, ha külön asztalt tartasz fel nekik. Igen, sokkal... úgy ért, hogy külön asztalt. A sokkal, uraim, jó napot, tessék, kiszúrod, hogy ők azok, ki szépen leülteted. Ha bejön jövő héten három rabbi, már úgyis tudjátok, hogy miről van. Én már megcsináltattam egyébként nekünk a pontozó táblát, a korhelyen a felirat, és akkor lehet mindig csak hajtani. Most vagyunk 10-0-nál. És hogyha reméljük, hogy nem fognak egyszer ők nyerni, akkor na csak, majd most aha, ezek igen, után most ezt nem azért meséltem el, majd, hogy tessenek ha, menni. Na majd figyelj. Még a gyerek az kié? Ez kölcsöngyerek? Vagy valaki odaadja óradíjba a saját gyerekét? Petike ma nem ment iskolába. Petike ma nem ment iskolába, keresett 400 forintot, mert elment Józsi bátyúval egy NAV ellenőre egyébként családot játszani egy budapesti étterembe. Ez egy kölcsöngyerek valószínű, vagy van saját gyereket, és beviszed a munkába. Apa, hova mész? Majd jössz te is velem dolgozni. És megyünk éttermeket ellenőrizni. Ki a gyerek? Ilyenkor. Hogy el kell játszani, hogy ők együtt vannak. Hát persze. Ez egy kölcsöngyerek? Egy bérel gyerek? Vagy ez a NAV-os ellenőröki a gyerek, aki viszi magával, hogy még hitelesebb legyen. És a kölcsöngyerek hogy nem buktatja le? Nem ismerem a bácsit. Igen. Tudom, hogy egy NAV ellenőrt, tessék vele vigyázni. Én nem akarok elkáposzta a főzeléket, utálom, mondtam már a bácsinak. Bácsinak? Hú, de fura, ezek biztos NAV ellenőrök. Volt köztük valami kapcsolat, vagy úgy jól el voltak a gyerekkel? A normális családként működtek, ők is, nem volt velük gond. Anya is volt?
Igen, igen. Tehát anya, a gyerek. Aha. A gyerek mutatott ifjúsági igazolványt? Hát nem, mert ők ugye még nem dolgozhatható a kisgyerek. Aha. Hát de ez mi ez, ha nem munka? Igen, hát mi? Egyébként szórakozás. Ez most nincs oda, ha nem munka. Érted? Hát dolgoznak a gyerekek, és elmennek, aztán ebédelnek. Nem? Játszanak egy szerepet. Barga Józsika, NAV ifjúsági szekció. Na jó, van, de a lényeg, hogy mindent rendben találtak. Igen, igen. Na ez király. A papi jelmez óriási szerintem. Az nagyon menő. Az menő. Tehát az, gondold el, és hol öltözöl át a kocsiba? Vagy reggel megkapják, hogy te ma pap bevesz a reverenda, öltözöl, csinálod. Óriási. Én ezt bírom. A biznyák gyerekek, megint a biznisz. Hát kéne a NAV mellett egy kölcsönzőt nyitnunk. Egy ruhakölcsönzőt. Kovács úr, ma mi? És meg lehetne kavarni egy kicsit dolgokat. Lehetnének például mereg motorosok. Igen. Na jó, van, köszi, hogy elmondtad. Kitartás neked, Zsolt. Hello. Ciao. Ciao, ciao. És tényleg csak a munkájukat végzik. Mondjuk, hogyha tényleg így kivonnak valakit a forgalomból egy pár órára, mondjuk az alkalmazottak közül azért az kemény lehet. Engem csak az érdeke, kié a gyerek? Kié a gyerek? És pénzt kap ezért? Igen. Honnan szedtek honnan egy gyereket? Honnan van a gyerek? Menteket jelentetek az iskolában? Igen, a pap, oké, a nő, oké, mindent elhiszek, kié a gyerek? Nem? Ez a legfontosabb az egészben. Nem, mit csinál az a gyerek? Valami... Tudja az anyja, hogy a gyerek éppen ezért álcsaládot játszik egy étteremben? Pénzügyi számviteli általános iskolába jár, és akkor ez egy ilyen gyakorlati oktatás, vagy? Mi van, a gyerek köp az étterembe, érted? Hát véletlen, akkor, csak véletlenül elszólja magát. Akkor letörlik az ablaszról. Igen, akkor fognak egy számítát és letörlik. Na jó, van Óven bácsival és Berunénivel játszunk már is. Óven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Hello. Noémi, hello Noémi. Sziasztok. Mit csinálsz, Noémi? Várom éppen a kéményseprőt, aki 8:10-re jelentkezett be. Ó, az jó. Akkor itt most lesz 9-re. Hát, igen, az már elúszott, de nem baj. Jó van, jönnek kéményseperni? Igen, állítólag. Az jó. A szokásos éves csekkolás? Igen, de most csak 10 hónap telt le, úgyhogy egy kicsit mérgelődtem is, mert ilyen fenyegető hangvételű üzeneteket hagynak, amikor először nem hívod vissza őket, hát van ilyen. Azt hagyján képzeld el, hogy hozzám az elmű akart jönni leolvasni, úgyhogy egyszer nem dobtak be időpontot, aztán megfenyegettek, hogyha nem engedem be őket, kikapcsolják az órát. Mondom, igen, emberek, igen. Hát nem is voltatok, tehát hogy miért fenyegettek? Szóljál, hogy majd azt mondják, hogy jó, akkor az elműnek egyébként a valaki végzi a leolvasást, tehát az elmű, és ezt kiadja. 8-tól délig jövünk. Hát ez 8-tól délig. Eleve, mintha mindenkinek egyébként lenne lehetősége arra, 8-tól délig, tudod, otthon üljön, megvárja, míg a drága elmű egyébként befárad, leolvasja a órádat. 12:10 kör odaállított emberem. Hív kétségbe esett, hogy 12:45 van sehol senki. Csörgess már meg őket. Mondja, hogy igen, mindjárt beszél a futárral, akinek jönni kéne leolvasni, és visszahívja. Gyerekek, semmi. Senki, és még csak vissza se hívták, hogy jön leolvasni, érted? Hogy van ez? De már levélbe fenyegetnek, hogy kikapcsolják a villanyt, ha nem engedett be őket. Mintha valami terrorista lennél, és nem tudom, mágnessel forgatnád az órádat. Ez hogy van? Tök jó egyébként, hogy tényleg, tehát, hogy valami felforgás lehet egyébként a munkájukban. Hát hogy már plusz-minusz 4 órákat szabjanak meg, tudod. Na, oké, plusz-minusz 4 óra, de kétszer azt mondom, hogy már kétszer megpróbálták leolvasni. Uh-huh. Egyszer nem voltak, egyszer nem dolgoztam, és ha nem engedem be őket, kikapcsolják az áramot. Hát mondom, hogy gyertek, mert próbáltok meg valójában leolvasni. Azt, hogy ott se voltatok, és egyből fenyegettek. Tegyetek próbára. Igen, tegyetek próbára, én ott vagyok, higgyetek el, beengedlek benneteket. Napot mondtak, vagy csak azt, hogy 8-tól délig? Nem, hát az... Erre minden nap. Igen. 8-tól négyig megyünk. Figyelj, Noémi, délre meg vagy ezzel a programmal egyébként? Hát elvileg 8:20-ra, mert úgy lett, hogy a kéményseprő kicsit jobbak, ők csak egy 10 perces időintervallumot írtak a papírra. Az nagyon korrekt. Barátságosabb azért, igen. Az nagyon korrekt. Na jó van, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Berunéni, figyelj. Oké. Motoroznak. Vagy. Figyelj, ez motorcsónak. Valami George ilyen. Clooney esküvőjére. Mert ott vannak velencében. Lemaradtak a flottától, most próbáljuk meg behozni a hátát. Gyere, Berunéni, gyere, Berunéni, és ilyessük. Meg lesz a kész fogó. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ó, de könnyű. Tényleg? De én megmondanám. Kérhetném még egyszer? Rá sem néztem a monitorra. Persze, mutatjuk még egyszer, figyelj. Oké. Okay.
hangú, hát még ötletem sincs. Semmi? Semmi. Megmutatjuk még egyszer, figyelj. La 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 la. Na? Magyar előadó? Nem. Nem. Külföldi? De akkor... Most várom, hogy hát a gyerekek, de nem. Na jó, mutatunk egy hosszabb részletet akkor, jó? Okay, figyelj, köszönöm. Kivettük a bögrén. Jaj! Ez volt a hosszabb részlet. Aha. Na mondd meg ebből. Na ebből mondd meg. Így van! Milyen érdekes, hogy rövidebből is tudtad, látod? Csak az eredeti kellett. Hát ez már feldobja akkor a hetet, egy ilyen hétvége után úgy volt. Igen, hát tulajdonképpen ugye a bögre nincs meg, de a többi az igen. Abszolút. A, nem baj, már örülök, és már sokkal jobb kezem van. Jól van, örülünk, küldjük neked, jó? Köszönöm szépen. Képzeljétek el, nem tudom, hogy egy pár szót mondhatnék-e, így hallottam az előző nevos riportot, hogy mik vannak. Hát velünk is történt egy érdekesség, mert ugye a párom az Kaszkadőr és Szombatok forgatáson volt az egyik lovunkkal, aki a forgatás utolsó jelenete előtt úgy döntött, hogy elszakítja a kötetikét és megszökött. Ez Gödöllő mellett történt, úgyhogy mi nem a NAV ellenőrökkel küzdünk, hanem a gödöllői erdőséggel, ugyanis a ló oda beszáguldott, próbálta a stábból is egy nagyobb csoport keresni, erdészek, vadászok, de nincs meg. Oh. Úgyhogy nekem most ez a kis ajándékcsomag, ez külön jól esik, úgyhogy... Nincs meg a ló? Nincs, képzeljétek meg, hogy szombat délután 5-kor ő ott elvágtázott, és hát azóta nem találjuk elemért. Na, no, szegény. Elemérnek hívják? Elemér a ló. Hallgat a nevére? Hát az elemér arra igen, meg a csettegésre. Úgyhogy most próbáljuk őt ott fellelni. Csettegésre? Igen, amikor az ujjaitokkal így csettintgettek. Erre? Kész, hogy hallgat-e a nevére, azért ez ritkán, hogy kimész az erdőbe, és elemér! És megjelenik a ló, tehát hogy azért ez... Elemér! Igen, ő egyébként nagyon speciálisan képzett, tehát ő a hangjelekre különösen jól reagál, mert hogy ő kaszkadőr feladatokra van idomítva. Na jól van. Úgyhogy próbáljuk. Ha látjuk, akkor visszaviszünk, jó? Ha itt van valahol a felüljáron, szólunk, jó? Ha ide elbaktad. Inkább ott Valkó Szárító puszta Mária Besnyőköz. Jó. Balázs ért a lovakhoz, délután kimegy, hogy cowboynak költözve. És lövök kettőt a levegőbe, csettegek, meg háromszor elüvöltöm, hogy elemér, és meg vagyunk. Köszi a játékot. Köszönöm szépen a játékot, sziasztok. Hello, ciao, ciao. 3 perc van pontosan, 8 óra, jövünk a legfrissebb hírek után. 8 óra, 12 perccel szép reggelt kívánom. Minden Morning Show hallgatónak süt a nap, gyerekek, indián nyár. Ha már nyár nem volt, legalább legyen indián nyár, vagy vénasszonyok nyara. Ugye Janival megfejtettük, hogy miért hívják vénasszonyok nyarának a múlt héten. Komoly tiszteletlenség, úgyhogy fejeltsük egyet. Jó, egy élet, tényleg. De egyébként közben van benne valami, nem? Érett hölgyek nyara. Maradjunk ennyi. Hát az érett hölgy és a vénasszony között azért van különbség. Van. De azt én mondom, hogy inkább legyen érett. Érett, igen, de hogy száraz és meleg az abszolút jó, mint megfejtettük. Múlt héten, mint vénasszonyok nyara. Sőt, mint több, egész héten ez a jó idő lesz, gyerekek. Ez minket kevésbé érint már, János, mert hogy szerdán mi elrepülünk. Bizony. Oh, gyerekek. De hogy, hát igazából nektek, ti, még akik csak később jöttök, nektek még jó, mert itt, hogy egész héten ilyen gyönyörűséges idő lesz. Téderő lesz kint? Tehát, hogy tudtok küldeni még egy SMS-t? Srácok, ne gyertek! Nagy a baj! Én ezt fogom neked elküldeni SMS-ben. Mindent tudtok hallani! Igen, jó. Szerintünk erről a dologról már biztos információk lesznek a kezünkben. Mire te kiérsz, addigra pontosan tudjuk, hogy igaz, hogy nincs nagyon értelme. Nincs nagyon értelme jönnöd, mert végünk van. Már kiraboltak bennünket egy sikátorban. Nem tudunk SMS-re küldeni, elvitték a bankkártyánkat, Janit eladták már valami fekete piacon. Amire ti jöttök, már mi komoly afrikánerek leszünk. Úgyhogy majd küldök persze, hogy milyen, hogy mire készüljél. Ha itt hagyok valamit, akkor mit hozzá, vagy mi maradt otthon. És szórakozzátok ki magatokat hétfőig, mert hétfő reggeltől nektek hello. Hát nagyokat fogunk bulizni. Azért mondom, kiértek a szemben, szerdán mentek, csütörtökön kinvagytok, pénteken egy szafarit azért ejtsetek meg, mert hétfőtől Péntektől konkrétan forgatunk egészen vasárnapig. De hogy legalább kijutunk majd a négy fal közül, csak mondom. Ennyiért csak. Mennyi nyugodtan. Mi legalább majd látunk valamit. Oda, látszám. A kerítésen túlra is. Mit fogsz látni? Egy ablaküveget, aminek támaszkodsz az 50 perc, amíg kiérsz a forgatásra.
Tudod, mit fogsz látni? Fehér tűzfalat, amire felrakod a két kezed, ami kizsebelnek. Ezzel így van. Bali, ne mondj semmit, itt most nem segít nyugi, Jani, megoldom. Bali, gyere vissza, ne, megoldom, Jani, itt letárgyalom. Nem tudsz az ő nyelvükön, jó Bali. Vagyok benne, mindenhonnan kidumálom. Bali, add oda, amit van, kidumálom, Jani, nyugi. Figyelj, megúsztuk, Jani, csak Bali, egy kis üzletet köptem, mert elcseréltelek egy kanna benzére. Azt mondta, kicsi nem olyan rágos, add a kicsit, akkor te elmetsz. Jani, belementem, ne haragudj. De hidd el, most visszamegyek a szállodába, és hozok segítséget. Nyugi, tarts ki, jövünk mindjárt. Jó lesz, tudod, hogy mindenhonnan kidumálom magam. Aha, persze. Nem lesz magadat. Igen. Ezt bármikor aláírom. Tényleg így van. Bali, ne, Bali. Nyugi, intézem. Valami visszajövök. Semmi gond. Olvastam, hogy szeretik az ügyek golyót, van nálam. Pide, nincs bajuk a fehérekkel, nincs bajuk, megoldom, kidumálom. Adj 5 percet. Tudod, Jani, másfél óra múlva ül ott valami útszéli kávézóban, sehol nem vagyok. Adj 5 percet, Jani. Bali utolsó mondata. Adj 5 percet, Jani, megoldom. Igen. És soha többet, tudod. 5 perc múlva itt vagyok. Aha, így lesz. Haj, gyerekek, jó lesz ez. Azt mondja, hogy kópháza előtt 3 autó koccant, rendőrök, még sehol kaptuk ebben a pillanatban. Illetve teljes útzára 115-ös kilométernél sok autót visszafordítanak. Ezt Moreka küldte nekünk. Rákoskeresztúron a Pesti úton egy bankbaleset miatt forgalomelterelés van, beállt az egész. A Földműves utca felé terelnek. Aztán baleset miatt lezárták a Pesti utat a Cinkotai úti kereszteződésnél, csak busz jár ezt. Vivi küldte nekünk, lerobbant kamion okoz torlódást a Jászberényi úton befelé a Tárna utcánál, valamint az M5-ösön Szeged felé Inárcs előtt kamion a pálya melletti fákba belemenve alakul a dugó. Hú, ma mindenki valahogy annyira bonyolultan fogalmaz, hogy én nem tudom ezeket most értelmezni, de hihetetlen bonyolultan vannak ezek az SMS-ek megfogalmazva. Zugló, Csömöri út, Miskolci utca kereszteződés után a befelé menőket mérik a buszmegálló után. Jó utat nektek Afrikába, ezt Hajni küldte, Hajni drága vagy, köszönjük szépen. Jászberényi 90-nél befelé elakadt kamion feltartja a sort, nagy az araszolás. Ez Zoló üzeni nekünk, és lebénult Rákoskeresztúra, Pesti út és a Bakancsos utca is elterelve rendőri irányítás van. Az ajlik ez a hétfő, a nem? Szépen, egyébként igen. Flip-flop papucsba lehet menni? Ki? Vagy kell bakancs? Jó van, kérem, eszembe jutnak kérdések. Attól függ, hogy hova? A repülőtérre vagy? Így. Hát érted, ez van bennem egy hete, hogy mit csomagoljak. Hosszú nadrág, ezek így jó ellen. Hát azt sem ér. Érted, nem ér semmit. Rövid az jó, az a Bodobács ellen nagyon jó a hosszú nadrág. Mondjuk meglepődnék, ha te rövid nadrágot csomagol. Én még nem láttalak téged rövid nadrágot. Most fogsz egyszer. Egyébként, ha fogsz egy ilyen hálót, akkor teszünk a fejedbe egy kalapot, azt olyan lesz, mint pampalat. Térnadrág, az jó, nem? Az jó. Az jó. Minek? Az jó. Neked? Mit de alá egy kamásli. Második nap fogják mind a két lábat levágni. Az egy hétig jó volt nekik ajánlni. Úgyhogy... első nap megszabadítanak az egyik lábattól, aztán a másik lábattól. Úgyhogy én ezzel nem izgulnék, hogy kell erővinadrág. Komolytalanok vagytok, te ezzel nem, leplezitek, csak... hogy bevagytok a rekintre. Nem, csak humorral próbáljuk. Aha. Mi már láttunk fényképeket a helyről, mert néhány stábtag már kint van. Ők egyszer most rossz helyen próbáltak kiszállni, visszaültették őket a kocsiba, hogy nem kéne kiszállni. Semmi gond nem lesz. Ez konkrétan megtörtént, 3 nap osztori. Ki akartak szállni, hogy itt isznak valami, és mondták, hogy itt nem most akkor, vagy visszaszállnak. És akkor visszaszállt. Ott még nem volt Bali, aki nyugi, kidumálom. Annyira szomjasom. Bali nem volt ott. Bali, ha ott van, kidumálja. Jó, az vagyok biztos, hogy csak olyat ittatok volna. Nyugi gyerekek, kidumálom. Hogy mondtad volna, hogy csak iszunk egy kólát, és már megyünk tovább? Így. Tök mindegy, hogy angolul mondod, vagy magyarul, vagy németül. Teljesen mindegy, mert abszolút nem. De ott az angolt azért elég sokan. Mondjuk ők még nem látták a Ferit igazán szomjasnak. Tehát, hogy ott nincs kérdés, érted, hogy most kiszáll vagy nem száll ki. Nem veszel semmit, paf! Figyelj, megnézzük, hogy ez a nagy magyar vendégszeretet, ez ragályos-e. Téged tolunk előre, gyertek, így ad mindenki a vendége. Megnézzük, hát lehet, hogy te az ujjad köré csavarod őket, érted? Hát nem lehet tudni. Hát, ha bejön ott is a vezéremezés. Vezérem. Vezérem, hát, fogyasszunk már együtt valamit, csak úgy. Te sem voltál még velem kocsmában, látszik. Érzem, hogy egy kis kapatossága ma este is jól jön. De ti tudsz jársz inni? A vezéremről? Nagy uram, vagy szőröm. Ezt nem én szoktam mondani, ezt egy irodával arrébb mondják. Abban a pillanatban levágnák a balkarodat, igen, tudod. Tényleg, puf. Jó, nem kell olyan írni. Másik kezemmel még tudok kocintani. Jó lesz ez. Na, gyerekek, egy nagyon érdekes felmérés.
Egy hazai online felmérés történt a napokban, ami azt kutatta, hogy a magyar nőknek és a magyar férfiaknak milyen a konyhában nyújtott teljesítménye, illetve az erről alkotott képet vizsgálta ez az online felmérés, és érdekes eredményekkel zárult, nyilván nem egy reprezentatív kutatás volt, de kiderült belőle, hogy a férfiak azt mondják magukról, most nyilván zanzásítva mondom a kutatás lényegét, az online felmérés lényegét, hogy a férfiak egész egyszerűen kijelentették magukról, hogy sokkal jobban főznek, mint a nők, bár a nők sokkal több időt töltenek a konyhában, mégis, még a nők is elismerik, és ez számomra egyébként meglepő, hogy a férfiak, ha fakadál után nyúlnak, akkor sokkal jobban tudnak főzni, mint egyébként a nők. Végre egy korrekt felmérés. Így is van. Egyébként, hogyha a nő oldalról nézem a dolgot, akkor szegény háziasszony, akinek minden nap főzni kell, és apa mondjuk két hetente egyszer a kezébe veszi a fakanalat és főz, akkor ő akármilyen rosszat főz, anya azt mondja, hogy de finom. Hát végre nem neki kellett főzni. Igen. Érted? Tehát, hogy azért annak van az egy... Nagyot, igen, az nagyot nővel az élvezeti értéken. Tehát mert a férfi, mikor főz a férfi? Kezdjük itt a dolgot. Amikor akar. Nem amikor akar, a férfi két alkalommal főz. Egyrészt az ünnepkörökre főz, tehát a karácsonyi halászlé. Nem tudom, hogy lehet egy általánosítani, hát van, ahol mindig van, ahol csak ünnepkör, nem? Hát nem lehet így mondani, hogy mikor főz a férfi. Szerintem olyan hapsi, aki mondjuk én vagyok, hogy ezt a részt magára vállalta, azért az nagy, viszonylag kevés van. Tehát ezt nem sokan csinálják, hogy napi főzés. A férfi főz akkor, amikor halászlevet kell főzni, amikor nyári pörköltet kell főzni. A nagy ételeket. A nagy étel, van egy a himiumit meg az asszonyra hagyja. Igen, illetve most a csípcsuk mellett. A csípcsuk, minden nap valamit összedobsz, anyu, hát nincs ezzel olyan nagy gond. Úgyhogy a nőknek ez, és hogy miért jobb a férfi főztje, ez az egyik dolog, hogy ugye ünnepi, tehát hogy ritkán van. A másik meg, hogy szerintem mi bátrabban nyúlunk hozzá a dolgokhoz. Aha. Na, mi van? Már mihez nyúltok bátrabban? A fűszerekhez, vagy a fakanálhoz? Fűszerhez nyúlsz bátrabban, a recepthez. A vörösbor. Közben a vörös, konyakhoz. Így van. És az milyen jó? Na most az akkor, akkor jó, ha mindenki vele diszik, mert akkor ők is már úgy érzik, hogy milyen jó a dolog. Egy nőnek ez munka. A férfinak szórakozás, te keresel receptet, a nő mit csinál? Elkezdi ugyanazokat az ételeket körbefőzni. Minden vasárnap rántott hús van. Szórakozás és oktatás. Hogy így kéne csinálni. Igen, így most nézd, ha egy hónapban egyszer főznék, nekem is öröm lenne. Na, hát tehát én megértem a férfiakat, hogy nekik ez öröm, ha három havonta egyszer mondjuk csinálnak egy halászlevet. Hát a nő meg bemegy minden nap a konyhába. Hát nem, sem a mennyiség az számít, de hogy ki az, aki jobban főz, vagy rosszabbul főz. Viszont amikor készül az étel, akkor a férfi soha nem azt mondja, hogy jó étvágyat mindenkinek, hogy na ez egy töltött káposzta. Na jó vagyok. Ez. Igen, igen, igen. Ez így van, bocsánat, bejöttem, mert én minden nap főzök, és amit a Feri mond, én százig értek veled egyet. A férfiak imádnak extrázni, hát most az extra kajákat megfőzni, az szerintem már, bocsánat, hogy ezt mondom, de sokkal egyszerűbb egy bizonyos szintig, mint a hétköznapi ételeket letenni az asztalra, ráadásul mondjuk itt a Tóth Gábor emlőjén fölnőve. A Tóth Gábor csecsére, gondolom. Csecsére fölnőve a dolgokhoz, hogy próbálni odafigyelni azért, hogy ha mondod ezt finom a legyen. Mennyiségi vonal képviselő. Nem. Én minőségi vonal is vagyok. Egyébként nem, ez tényleg, Jani, ne bosszantsál föl. Mi volt hétvégén? Fogadjunk gulyásleves, nem volt gulyásleves, nem. Padlizsán volt, kérlek szépen egy paradicsomos, petrezselymes, fokhagymás ragut kell főzni. És milyen volt? Jó étterem volt? Vagy nem, ezt én főzöm. Akármilyen hihetetlen, ezt én főzöm. Megszórtad őket Borra valóban? Péter is a gyerek megette? Megették, imádták, és indul előről utána, mert hogy jó étvágyal elfogyasztottuk a szombat ételt, és vasárnap anyu kezdi előről. Kint gyönyörű idő van. Most gondold el azt, hogy fölkelni reggel az öt hajnal mellé, nem akarom magam sajnáltatni, de fölkelni korán, hogy megfőzzem a kaját a 10 órára, igen, a gulyás, meg a rántott húst, így van, vastag panírba, hogy el tudjunk menni mondjuk egy kicsit bringázni, vagy ide-oda-amoda. Miért nem főzöl két napra? Mert vannak olyan ételek, amit csak frissen tudsz megcsinálni, és nem tudok minden... Mert két napot nem bírnának már a Péterékból. Persze, és nem. Ennél te két napig rizses hús. Karina így örül, hogy végre a suliba ehet. Igen. Igen, nem, imádja a főztömet, nagyon, én azt gondolom, hogy jól is főzök. Apám séf volt, én ebbe nőttem bele, nagyon szeretem csinálni, de tény, ami tény, nagyon sokszor terhes. Például, mikor ilyen gyönyörű hétvége van. Megtervezni, mi legyen, feléig eljutni, ha hazamegyünk, de nézem akkor ez az azt órát. Jelenti, hogy ha a pasik minden nap főznének, akkor ők is ugyanolyan rosszul kezdenének főzni, vagy ők is azért főznének rosszul, nem. Mert egy után megunják. Hát az ennő nem főz rosszul, mert megunja, csak baromi nagy teher. De attól még nem biztos, hogy rosszul főzöl, vagy jól főzöl. Ez nem? Így, na, jól csak mondod, nagy teher. Jól mondod.
tudod mi? Az a nagy helyzet, hogy egy nőnek más dolga is van. Egy férfi embernek, hogyha szerencsés háttere van, igen, nem ezt mondom, nem ezt mondom. De nekem most már ugye van egy iskolás lányom, egy picikét tanulni is kell vele, apuka is meg tudja oldani, ha éppen otthon van és nem dolgozik. Főznöm kell, mosni kell, vasalni kell, takarítani kell, be kell vásolni és meg kell főzni. És nyilván azért segíteni merjél a már Péter. Azért merjél bármit is mondani az ételre, tudod. Fogadjátok szeretettel, jó étvágyat! Sót raktál volna bele, ne szeretetet. Mit mondtál? Nem igaz. Szoktam mondani a Péter. Finom? Miért nem veszed? Hát még csak egy percet kezdtük el. Nem fogy. Szoktam mondani, szintromlás volt, múltkor jobb voltam, jó, oké, szintromlás. Egyébként a Mautner Zsófi írt erről egy nagyon-nagyon jó könyvet, nagyon szeretem, pont erről, amit most feszegettek. Hogy mi nők, igen, hogyha karalábéból kell valamit csinálni, vagy karfiolból, vagy akármiből, akkor az sokkal prózaibb dolog, mint menni egy homárt, és akkor oda teszem, és akkor megszórom mindenféle fűszerre. Ez megy nektek. Ez megy. Nekem ez sem egy olyan rohadtul nem érdekel a főzés, hogy néz rá, mennyire nem érdekel. Egy karalábé, na abból csináljál valamit. Nem, tehát én egy hónap egyszer csinálok, amit kupleráj van, kosz van, a gyerekkel imádjuk, mert ő óriási ízét lehet szétszedni, meg gyúrni, de egyáltalán na nem érdekel a főzés. Most helyben vagyunk, nagyon és utánatok összetakarítani. Na ez utánatok összetakarítani, tehát az rendben van. Összetakarítunk magunk után, jó? Már aki. Minden férfi nagy összetakarít. Extra, nagy töltött káposzta, nagy gulyás, mert aztán ott marad a konyha, az meg a mi dolgunk. De jó tettél? Jó tettél. Na, akkor csönd legyen. Szóval nem könnyű ez, na. Napi szinten nem könnyű. De jobban főznek, tehát hogy ízre jobb-e? Azt most felejtsük el, hogy neked minden nap kell főzni, és te egy áldozat vagy a család oltárán onnan. Sok nő velem együtt nem vagyunk áldozatok, igen, ezek tények. Most azt felejtsük el a bevásárlásokat. Jobb-e az íze a férfi fősztjének, mint a nőjének? Bátrabban bántok a fűszerekkel. De vannak nők. Nem, én csak nem ismerem őket. És azért teszek bele sokat. Ügyesen kikerült el a választ. Na, tehát jobb, amit a férfek, jobb ízű. Nem az, hogy most bátrakban bánnak a fűszerekkel, vagy sem. Tehát jobb ízű-e az, amit a férfek főznek, vagy nem? Én nagyon sok nőt ismerek, aki nagyon jól főz. Nem tudok erre válaszolni, János, mert roppant sok női szakácsnőt ismerek, plusz olyan embereket, akiknek a kosztját ettem már, és nők, és jó. Nem tudom, én ezt nem merném így kijelenteni. Sok mindent, ugye... A Feri főztjét például ismered elég jól. Nagyon jól főz a Feri. Nagyon jól főz, zseniálisan. Tehát, hogy tényleg hibátlan. De ismerek olyan nőt, aki ugyanilyen jól főz, mint a Feri. És hát ezért mondom, hogy nincs igazság igazából. Nem. Meg ugye nálatok azért ott van az a hazugságfaktor. Tehát, hogy nektek egy csomószor muszáj hazudni, ugye? Most, hogy? Hát, hogy finom. És ugye, de most értette, ez egy nem 300... a szex, Balázs. Tehát de... most nem a szex. 365 napból te azt hallod, hogy a családod azt mondja neked 250-szer, hogy finom, egyszer meg az, hogy minőségromlás. De a 250 se egy objektív finom. Hiszen ha ők ugye nem mondanának, vagy megmondanák őszintén, ki tudja, hogy mennyire menne el a kedvet, ki tudja főzni le máskor. Tehát bennetek mindig tartani kell kicsit a lelket, még akkor is, ha nem na olyan jó. Na jó, nehogy eljussunk már oda, hogy ma Márkír, aki tartja bennük belőle, a lelket, nem tud főzni. Ne csinálj. Tehát a finom a férfiaknál egy nő irányába az olyan, hogy finom is lehet akár. Ugye? De nem mered megmondani mindig, hogy nem jó. Azért nem látom akarod. Tehát látod, mennyit melózott vele? Látod, hogy bevásárolt? Hát a finom objektív, látszik. Finom. Így van. Hát látszik rajta, amikor eszi, hogy szereti, hogy finom, hogy nem mártírként nyeli, hogy ostanom, még három kanál le kell toljam. Nem így eszi, hanem úgy eszi, hogy na, azt látom, hogy ha, tetszik, ízlik, finom, jó lett. Igen, már annyira az sós, hogy széthúzza a szemét. Persze. Utána pedig lóbalzsammal dörgeli az arcát, hogy órákon át, hogy végre elengedjen a kényszeredett mosoly. Nézd, biztosan hormonális alapon is van valami a nőknél. Én egy percig nem mondom, hogy sokan mondják azt, hogy amikor a havi vérzése van egy nőnek, hogy nem úgy érzékeli az ízeket. Ez ki van mutatva állítólag. De ez állítólag tény, ezek tények, hormonális. És ezért nincsen sok mester szakács állítólag a nők között. Én ezt olvastam, hogy ezért nem. Mert a férfi ez fixen úgy működik, ahogy működik, bátrabban bánnak a fűszerekkel, plusz hormonálisan mindig ugyanott tartotok. Nem tudom, igaz-e vagy nem, én ezt olvastam. De ez mit jelent, hogy már két marok sót rak bele abba? Más az ízérzékelés abba az időszakba állítólag egy nőnek, ha igaz. Aha. Nem tudom, hogy igaz-e, én magamon nyilván nem érzem, a környezetemnek hazudik, és nem mondja neked. A környezetet pedig hazugságokra épít. A családot pedig masszíva hazudik, hogy tartsa benned a lelked. Azt persze, hagyjál már.
Szóval ez nehéz, nehéz ezt megállapítani. Tényleg, ugyanakkor szakácsok vagy étteremvezetők azoknak a legtöbb esetben valójában férfiak. Férfi, igen, ugye? Tehát igen. Azért kevés a női mester szakács, hogy a Michelin csillagos éttermet vívő női séf mondjuk. Tehát fizikailag is, nem? Balázs, ez igen. Irdatlan megterhelő fizikailag. Nyilván, persze, hogy ennek van egy fizikai oldala igen. is, persze. Azért igen. 16 órát az 50 fokos konyhában igen. lehúzni végig melóval, az kevés. Én kevés tudom nő. Mi az, én tudom mi az. Honnan de miért nem nyitjátok ki az ablakot? Persze, nincs ablakot. Hol dolgozol te? Na, felhívjuk Szél Tamást, akivel egyébként nekünk nagyon jó a kapcsolatunk. Kíváncsiak vagyunk, hogy egy profi mit mond erről. Hát ő aztán valójában profi. És az is érdekes, hogy ő ugye ott talán a tesójával dolgozik ő együtt, a Szabinával, párjával. Ugye? Vagy a párjával, így van, a párjával, igen, igen. Ő a konyhafőnök anyu. Úgyhogy ott azért kemény dolog van, hogy akkor ki hogy képzel el egy új. Igen, csak kérdés, hogy igen, hogy mit mond róla egy profi, hogy... hogy ugye miért bírják ezt jobban a férfiak, vagy miért mégis a férfiak vannak leginkább mondjuk egy Michelin csillagos étteremben. Valószínűleg fizikai megterhelés is, meg valószínűleg tényleg az ízlelésben is lehet valami, nem? Amiért egyszerűbben bátrabbak vagy hát jobbak. Ezt nem tudom, ezt az Anna által női baj témát fölvetve, hogy az működik, azt nem tudom, de hogy egyébként a fizikai meló részét az biztos, hogy a férfiak nyomják jobban, vagy jobban bírják ezt a részét a dolognak. Kíváncsi lennék egyébként, hogy a nagy főző hullám miatt az elmúlt 10-15 évben, 10 évben vagy amióta tart, ez hány férfi kezdett el valójában főzni? Szerintem nem? Nagyon sokan. Sokan? Nagyon sokan. Tehát elindult egy ilyen gasztroforradalom, tévéműsorokban, Magyarországon is, egyre több jó étterem, minőségi alapanyagok. Szerintem tehát kicsit ezért is fordult meg ez a dolog, hogy belegondoltuk, akkor gyerekkorunkban nem volt ennyire tendencia az, hogy a férfiak főzzek, akkor tényleg ez volt, hogy ünnepek alkalmával. Persze, így van, székelygulyás, akármi, ilyen, hogy hívják, komolyabb dolgokat azok összerakosgattak, de egyébként nap mint nap, aki főzött, ez a nő volt a konyhában. De, hogyha, szerintem, hogyha a 60-es, 70-es években egy férfi így ezt fölvállalja, hogy otthon ő főz, akkor még talán ki is nézik mindenhonnan. Ma meg divat, ma meg jó mi dolog. Van, azt mondani, Túros hogy... Lukács, mit játszod? Mi van papucs? Mi van papucs? Igen, mi van papucs? Ma meg simán elfogadott szerintem azt, hogy a férfi főz. Valahogy én erre nem tudtam ráérezni. Nem kell neked mindent csinálni, azért nyugi. Tehát hagyjad ott a wikit kiteljesedni. Ennyi. Neked ott a tenisz. Nem érdekel ez ott a tenisz jóslás. Igen. Meg most nézd körbe. Ott a tenisz és a jóslás. Mi szépek vagyunk? Most őszintén. Ti se lehettek minden menet. Érted, nektek is kell, hogy legyen valami hiányosságotok. Itt van velünk Szél Tamás, hello Tamás, jó reggel! Jó reggel! Hello! Na, hát csak kíváncsiak voltam, hogy megfejtettük, de hogy mit mond egy igazi profi arról, hogy a nők vagy a férfiak szerinted? Hát alapvetően, hogyha az én szakmámat nézzük, akkor ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy férfi szakma. Ember örülök, hogy itt a Szabinát említettétek az én páromat, mert tehát Michelin csillagos konyháról beszélünk, és bizonyít Magyarországon nő a konyhafőnök. Ez a ritkább, ugye? Ez a ritkább. Azért vannak híres női szakácsok, például most így hirtelen az Anne-Sophie Pic jut eszembe, aki francia és három is rend csillagos. Tehát azért ő is mondjuk egy több generációs szakács családba született. De itt is ő egész jól összehangolta a jó éttermet a családdal, de nyugodtan leszögezhetjük, hogy az férfi szakma. És nálatok ez mondjuk ilyen szakmai okok miatt történt, vagy így könnyebb számlázni? Hát ez jó. Ne, hát szakmai elsősorban. Én is olyan jól tudok számlázni egyébként. Úgyhogy ez nem. A nők viszont sokkal-sokkal agilisabbak. Akiket én ismerek, a lányszakácsokat, azok nagyon-nagyon agilisabb, és sokkal inkább kitartóak. Sokkal inkább kitartóak, tehát hogy nem megy el a kedvük, igen. Ha nincs sikerélmény, csinálják tovább, erre gondolod? Viszont hamarabb megy fel nekik a pumpa. Ez is szerepet játszik. És ugye a hétköznapokban pedig, hát elsősorban ez ilyen evolúciós dolog, tehát a nőknek ugye a család eltartás, a fenntartás, nem eltartás az a férfiak, a fenntartás az elsődleges, tehát ezért ötköznek a napi szinten. A férfiaknak pedig inkább van egy 5-10 ételig terjedő repertoárjuk, amit mindig ismételnek, hétvégenként grillezés vagy bográcozás folyamán. És ezt tudják tökéletesíteni, úgyhogy valószínűleg ebben jobbak ebben az 5-10 dologban, mint mondjuk. Az nagyon kemény, hogy valaki kettőt tud, és mindig azzal vakít a haveroknak, igen. Nem? De ez nem így működik egyébként. Ma megint olyan halászlevet csinálok, és azt az egyet tudja. Egyébként nagyon sok pali tényleg 2-3 étel tud, azt nagyon jól, jobban, mint a nő, és ha kell összejöveteleken, akkor azt nagyon jól megfőzi. De ennyi, semmi más egyébként. Amit főztem, bogrács gulyás! Józsi, menj már megint! Jó, azért ez is inkább a régmúltra jellemző. Aki most szerintem férfi főz, az már kísérletező, az recepteket néz a neten, az követi a gasztrobloggereket, próbál újakat csinálni. Szerintem a férfiaknál most ez a vonal van. Nem, Tamás?
Hát én ezt inkább lányoktól tapasztalom, tehát hogy a mi szakmánk, ha lecsapódik a hétköznapokban, az általában nőknél csapódik le, a férfiak az inkább makacsabbak, és ragaszkodnak az 5-10 dologhoz, és nem nagyon bennek hozzányúlni, újítani, vagy valami májást fölvenni a repertoárba szerintem. Vágjátok le a bal kezemet, ha majd követek egy gastrobloggert. Jó, csak azért sem. Azért sem fogok követni, igen. Jól van, Tamás, egyébként mi a helyzete most? Azon kívül nyilván, hogy viszed ezt az éttermet, mi van a Bocuse d'Orral? Ugye hát indultál, aztán most azt mondtad, hogy nem indulsz, lesz majd valami kis durrantás, vagy most visszavonultál ezen a téren? Hát most ugye a Molnár Gábori a főszerep. Így van. Ő októberben közepén 15-20 környékén kezdi itthon a fölkészülést. Túl sok minden nem árulhatok el, de nagyjából megvan, körvonalazódik, hogy milyen témát választott. Illetve hát a logisztikai fölkészülés zajlik, de én szerintem jó lesz. Nagyon jó lesz, és ugye hát ne felejtsük meg azt, hogy 16-ban az európai döntő pedig itt lesz Budapesten. Bizony. Bizony. Fő is a fejünk ám, hogy fogjuk az alapanyagot odaadni a drága ide látogatóknak. Nekem nem fő a fejem. Megoldottátok tényleg? Hát még nem oldottuk meg, de meg fogjuk, ez biztos. Úgy legyen. Mert ugye ráadásul vad témakörbe fogunk mozogni. Hát ez egyáltalán nem biztos, meg nem publikus, tehát ez nem eldöntött, hogy vad lesz, de tényes való, hogy elég jól állunk most vaddal, de hát mással is jobban. Ezt a beszélgetést most úgyis csak ketten értitek, de a lényeg a Ferik elköpött valamiért, amit nem lehetett volna. Nem, ez ne, hogy köptem. Kikocsogta a vadat? Nem, akkor nem, jelentek nem, a zsűrinek. Akkor megóvjuk. De ez mit jelent, hogy ide jön a döntő? Tehát tulajdonképpen, hogy itt lesz, ugye? Itt lesz Magyarország. Nem a döntő, csak az európai döntő. Az európai döntő. A döntő az mindig Lyonban van, szigorúan Lyonban, nem mozdítják ezt a versenyt. Hát egy ilyen 2-3 ezer gasztrómiával kapcsolatos vendégséfek, étterem tulajdonosok fognak Budapestre látogatni, úgyhogy nagyot kell villantani, nincs mese. Bizony. Hát igen. Ők azért nem a McDrive-ba kajálnak, az egész biztos. Igen, lehet, hogy ott is néha, de... Ritkábban. Jól van, Tamás, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Vigyázz magadra, jó munkát! Nagyon szépen köszönöm. Köszi, Szabinát csókoltatjuk. Ciao. Hello. Egy a lényeg, főzzetek, kész. Férfiak, nők, nem? Az a jó, csináljad, jó, neked nem kell, tudjuk, az összes gasztrobloggert már letörölted a számítógépen. nem kellett soha törölni, nem. Voltak rajta. Nem, a konklúzión gondolkozom, hogy akkor a nők jobb, többször és kevésbé jók, a férfiak kevesebbet, de jobban. Szerintem a nőknek munka a dolog, az, hogy minden napra az asztalra tegyél a kaját, a férfiak nagy többségének pedig nem napi főző, örömteli szórakozás a dolog, és akkor tudsz alkotni. Ennyi a különbség. Én így gondolom. És innen a környékről fogják majd levadászni itt az állatkákat. Honnan hozzák a vadat? Aha, de hogy tényleg honnan? Képzeldem, előttük már elúgta a szarvát, ott van mellettem álló vadásznak, te fie, elemér, és akkor pont oda nézem. Még felénk is jöttem, és értettem. Elemér az a ló. Fél 9 után pontosan 6 perccel 3 ugrással jövünk a hírek után. 3:49 múlt 2 perccel. Köszönjük szépen. Azt mit köszöntem nem meg? Nem tudom, de nagyon kíváncsi vagyok rá. 3:49 volt 2 percek, köszönjük szépen. Hát az időt, hogy van nekünk. Gyönyörű idő van egyébként. Hogy mikor van vége, eleje. Kicsit elgondolkodtam. Ajjaj. Azt mondja, a Pesti úton nem baleset van, hanem egy Volvo-ba kétszer belelőttek. Az elég baráti, nem? Hát vannak országokkal, ez egy szimpla balesetnek számít, de... Igen. De itt Volvo az nem gangster autóra, nem lőnek. Hát lehet, vagy ma már mindegy, mi? Ez fura. Minden esetre ott kétszer belelőttek egy Volvo-ba, úgyhogy mindenki vigyázzon. M3-as, 63-as kilométer Miskolc irányába őzik a kerítésen belül taxis Csabi. Küldte nekünk, aztán a 4-es úton Karcag után a 161-es kilométernél egy kamion megrogyott, és elfoglalja a fél sávot. Adri üzeni nekünk, M5-ösön baleset Kecskemét felé, és a 17. kerület Pesti út a Bakancsos utcától a Ferihegyi útig csak buszokat enged, mindkét irányban lezárás, elterelés, ráadásul helyszínelnek. Köszönjük szépen. Egy-két SMS még a témákhoz kapcsolódva, ugye a nők vagy a férfiak főznek jobban a közélemi kutatás alapján beszélgetünk erről, nyilván picit mindenki máshogy gondolja. A főzés olyan, mint a szex és az autóvezetés, a nőknek munka, a férfiaknak szórakozás. Aha. Hát azért ezt reméljük, hogy... Nem így van, igen. Lányszakács vagyok, nehéz érvényesülni a férfiak között, sokszor lenéznek, kétszer annyit kell teljesíteni az elismerésért, ezért sokan feladják, írja egy hallgató. Balázs, ne kezdj el főzni, mert el tudnám képzelni, hogy konyhába is kocsival menni, írja nekünk Lalika.
Én onnan tudom, hogy finomat főztem, hogy az asztalnál ülök, csendben esznek. Ezt Vivi küldte nekünk. Szedd alá, Anna, védd meg a csajok becsületét. A férjemnek GPS kell, hogy... betaláljon a konyhába. Ezt Sweetie küldte nekünk. Köszönjük szépen. Időskorodra egyébként neked ideális lenne egy lakókocsi. Tényleg. Tehát, hogy most a kedves hallgatónk rámutatott egy nagyon jellegzetes vonásodra. Te kedveled az autót, kedvez benne mindenféle tevékenységeket folytatni. Mától Z-ig. Neked kell egy lakókocsi időskorodra. Egy ilyen full extras, amiben minden benne van. Mert akkor már nem kell kocsival menned sehova, mert magában a kocsiban laksz. Egy jó lakókocsi? Egy jó lakókocsi. Abban egyébként van feeling. A nyuggeres nagyon, nem? Tehát hát azért fölött lehet. Időskorban, igen. Az ott szép, az úgy jó lenne. Az úgy jó lenne. Most még ezt kicsit nehezen tudom elképzelni. De az nagyon nagy. Beültök a feleségeddel, vagy hát ő... vagy nem a feleséged, hát, vagy nem, igen, hát a fő, hogy éppen ilyen, van, de... hogy ez már mikor lesz a kapuzárosi pánik után, vagy még előtt, vagy közben, és akkor szépen beöltök, és akkor mentek egyik kempingről a másik, én ismerek ilyeneket, már egy gyerekkoromban ja, is volt egy kedves házaspár. Miért? Ez tök unalmas. De én is láttam ott a Majorban, Sárváron, ott ültek ketten ott a lakókocsán, visszamentünk két óra, még megint ott ültek. Mert beszélgettek, pihentek, megfőzték a vacsorát. Én mondtam, hogy fura. Nem tudom, az annyira nem vonz. Ez, hogy egy lakókocsival menjek, és akkor ott üldögéljek minden kempingbe, egy újságot olvasgatva, keresztrejtvényt fejtve. Ez valahogy nem az én világom. Ezt ki miért tudja? Miért a sodokúval? Ki tudja, lehet, hogy aztán az ember időskorára ebbe belejön, nem tudom. Most még ezt nehezen tudom elképzelni. De miért, mindenhol a kocsival megyek azért? Aha. Passzolna hozzá. Nem járok, néha kiszállok a kocsiba. Mikor láttál utoljára egy ilyen jó lakókocsi, de tényleg egy ilyen nagyon menőt? Horror drága. Nagyon drága. Embertelen pénz. Embertelen pénz egy ilyen lakókocsi, persze. De úgy van, hogy akkor az már tigfa burkolat, meg nem tudom, medvebörköket. Ja, amit hát a tigfa akkor. Olyan extrákat lehet belekérni, én néztem, de hát van olyan tétel, amikor azt mondod, hogy 100 millió egy lakókocsi. Nem, de ez tud olyan lenni, persze. Horror drága. Tehát horror drága. És olyan, hogy megállsz egy kis autóval, és így oldalra kinyílik a fala. A falakat szét tud tolni. Ez hihetetlen. Rendes nagy nappali hálóval mindennel együtt. Hogy lehet rá venni a lóvét. 100 millió forint. Olyan, amivel a Robert De Niro ment a Vejedre ütőkbe, vagy melyikbe, ahol a művegfal fölmegy, és nem hallja, az egy komoly tétel. Azért az egy vicces kis járgány volt. Egy bizonyos kor fölött jó mulatság lehet egyébként. Akkor nekem is maradt a csővázas. Na, hármasugrás játszunk, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Sziasztok, Adrien vagyok. Adri, hello, honnan hívsz? Szolnokról, is. Nagyon-nagyon izgulok. Mi is, hidd el, mi is. Semmi gond nincsen. Már nagyon régóta próbálkozom játékba kerülni. Na, mióta? Remélem, nem blokkolok le. Hát már vagy 2 éve biztos próbálkoztam mindenféle játékban nálatok. Hoppá. Már csörögnek. Segíts. Már hívnak, látod? Hallják, hogy adásban vagy. Nem, sajnos nem a segítség hív, de majd megpróbálom összeszedni az összes tudásomat. És mióta próbálkozol? Régóta? 2 éve. Hát már 2 éve biztos. Komolyan? Próbálkozom, igen. De hármasugrásra még most próbálkoztam először. És 2 éve mivel próbálkozol? SMS-t küldeni? Vagy tehát, hogy mi a próbálkozás? Nem értem a próbálkozást. Mindenféle frappáns SMS-t próbálkoztam, de nem sikerült. Mert ha játékra most küldtél először, akkor az elmúlt 2 éved mivel telt? Hogy mit próbálkoztál? Hát hármasugrásra nem, de Fekete-Fehér igen, nemre próbálkoztam. Óvend bácsira is próbálkoztam, de nem sikerült eddig. Na jó van, milyenek a kérdések, Jani? Halálkönnyűek. Tényleg? Tényleg. Talán a harmadik az, de az is ilyen aktuális. Húha. Na, van nyereményünk is egyébként, extra nyereményünk. Igen. Az már az első után, Anna, vagy a harmadik után? Én odaadom az első után. Te nagy milyen gálás vagy ma? Nem, hát te is add oda. Akkor én is. A Jani is odaadja az első után. Szuper, és Balázs is odaadja? Ő is. Oda. Jó. Bármi, az, akkor most odaadom. Valaki felajánlott egy extra ajándékot, mert ne kössük most a harmadikhoz, nem? Hadd persze, így van. Sőt, tudod ne, mit? Na, ha egy kérdés meg se válaszolsz, én most odaadom az extra ajándékot. Jó, nem? Hát ilyen nagyon jó, ez a Feri. Hát lehet, tőle nagyon tanultam, nem nagyon jó, nagyon örülök. Akkor úgy nagyon jó. Na, így szól az első kérdés, dedikált nyakba akaszt olyan. Mi a keresztneve Rippel Ferenc artista öccsének? Viktor. Így van.
Pontosan így van. Megint láttam valami heti lapot, ilyen parti beszámoló rovat. Mindenki normálisan áll, nyakkendő, öltöny, tudod, rippelék. Annyira előttem van, mert azt sem tudom, mit akarsz mondani. Rippelék a svéd asztalon, egymás térdére állva, egymás kinyújtott karral tartva fogyasztották el a francia salátát. Tehát miért nem lehet 3 percig nem csinálni semmit? Igen, nem artistának lenni. Nem artistának lenni egy partin, tehát hogy miért kell mindig... tányérból lenni a kaszinó tojást. Miért kell mindig kézen állni, meg nem tudom, indián fejeseket ugrálni azért. A túrótortában, nem? Igen. Nem akarlak kiesni a gyakorlatból. Biztos. Valószínű, igen. Na, mit csináljunk? Menjünk tovább? Hát, próbáljunk meg még egyet, legalább. Jól van, itt van a második kérdés, dedikált Egér alátétért. Melyik ókori városállam hadvezére volt Hannibal? Hannibal melyik ókori államnak volt a hadvezére? Pun? Kérem? Konkrétabb, mennyire kell konkrétan? A város válni? Neve kell, a punok város városának neve. A neve. A városok neve. Uha. Egy város, én nem városoké. Bizony, a Takács Tamás volt az énekesük. Takács Tamás volt az énekesük. Igen. Ment a csapat elején, ő vitte az ászlót. Kartágó. Na. Nagyon jó. Kicsit lefagytam. Aztán, a harmadik viszont nagyon nehéz, azt mondtátok, ugye? Hát, kb. 700 millió embernek nem nehéz, mert hogy ők lájkolták. Ilyen popzene, de szerintem lehet, hogy jobb megállni. Igen, lehet, hogy igaza van Balázsnak. Hallgatok rátok. Jól hallgatok van. Hallgatok rátok. Jól van. Akkor itt megállunk. Biztos, ami biztos. Állj meg, jól van a dedikált nyereményed, amit ugye nyertél tőlünk, a nyakbalkasztó és az egér alátét, és egy nagyon klassz kis könyvet is nyersz. Leszoktam a cukorról, ez a címe. Nagyon. Egyébként. Hát, ez nagyon aktuális. Na, és mindenféle receptek vannak benne, olyan receptek, igen, ami cukormentes. És édesítőkkel, természetes édesítőkkel kivált, hogy nagyon helyes kis könyv, receptek, képek, fotók az ételekről. Hát ez nagyon aktuális most, úgyhogy nagyon örülök neki. Köszönöm szépen. Miért aktuális? Baj van a cukorra, vagy le kell szoknod? Hát nem a cukorra, csak pont fogyókúrázni szeretnék, úgyhogy ez nagyon aktuális. De látod? Hát szerintem sokan vagyunk így. Hogy rád éreztünk, hogy minek örülnél, igen, látod? Igen, nagyon, nagyon rám éreztetek. Én még a címlaplától nem jutottam, mert még azon fantáziáló. Mutasd csak, ha kézem azt a sütikét. Az anyja, de nyalogatni. De hát nektek nem kell már, mert úgy is zabot esztek, úgyhogy nagyon... már fogyókúráztak az abban. Rajta van a szakácsnő egyébként. A szakács nő. És mondtam a Vikinek is, hogy remélem belőled is ilyen milf lesz. Igen, ha most rávittél el az útra. Mondom, most már te is lassan milf vagy. Másfél gyerekkel. Ott van egyébként, igen. Igaz, és igaz? Nő, csak mondom, fiúk. Igen, de egy férfi. Sarah, aki leszokott a cukorról, és nagyon klassz kis recepteket állított össze. Úgyhogy szerintem imádni fogod, Adri. Biztos, én már most érzem. Na, örülünk neki, küldjük, jó? Köszönöm szépen. Köszi a játékot. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem csak édes receptek vannak benne, már sós is. Sós is édes. Igen, igen. Sós, édes minden van benne. Édes, sós, szalonnás, tojásos kasárkák. Itt is van rögtön. Érdekes, az én kezembe rögtön itt nyílt. Igen, miért? Tényleg. Egy hely kinyit, és ott mászt halonna. De tényleg, miért a szalonnás tojásnál nyílik ki neked? Mert az jó, tudod? Azért. Azért, mert a szakácskönyvek is szeretnek. Miért nem a kakukkfüves búzafülé reszelt répával, tudod, szalonnás tojás? Döbbenet, milyen érzéket van ehhez. Azért, pontosan. Igen, Feri, ugye nem parafenomén, de kb. 60 centis távolságból minden szalonnafél megindul a keze felé, hogyha megjelenik az asztal mellett, érte. Így van, múkodj. Itt van, nyárias kínoás tabulé, tessék. Na? Aha, na jó van akkor. Van én benne is ilyen is. Mi az? Csiráztatott fűszeres díjó, tök jó. Na jó van, 2 perc, pontosan 9 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 11 perccel, jó reggelt mindenkinek, ne vidd el a telefonomat. Itt vagyunk, friss, meleg közlekedési hírekkel, és gyerek, jó idő van, süt a nap, azt látom, hát a rácsukon, amíg átlátok, vagy amennyire átlátok. Figyelj! Egészen jó. De nagyon mondták ezt az indián nyarat, de tényleg meg is érkezett. Lesz majd neked eleged a napsütésből. Az is igaz, bár ott most 17 fok van, ahogy ne látom. Hozzán esők a bátor. Pénteken 17 fok lesz, mikor mi kiérünk. Flip, flop, papucs vagy... Pénteken 18, papucs. Szombaton 19, és szakadó eső. Uh-huh. Te csak jó lesz. Te jó lesz. Csak hogy jobb kedvünk legyen. Nels Pruitt időjárása. Flip, flop, papucs vagy bakancs.
Hozzá mind a kettőt. És akkor teszem a kolbászok. Ha mész, mit tudom én, oda a gőzbe majd ott sétálsz a szállodába, akkor a flip-flop papucs, ha kimész a botanikus kertbe. A botanikus? A szállodából oda még kiverészkedsz, oda hozzá bakancsod. Na, Feri, a kolbászokat meg rak majd a nyakadba, és legfeljebb az agresszív helyiek azt hiszik, hogy nuncsakuk. És nem közelítenek meg minket. Jó. Ez lesz a jó. Minden gyerekek, így is, úgy is. Mindent fogtuk hallani. Ennyi. Hát tök mindegy. Tegyük magunk el a gondolatot. Igen, ez lesz. Ez lesz, teljesen mindegy. Azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon. Valaki még mindig a férfi szakácsokra írogat, de az már azért ideje. Lezártuk, köszönjük szépen. Új kígyós. Megpihennél egy kicsit. Tessék? Megpihennél egy kicsit. Tudnád te, milyen nehéz közlekedéseket olvasni, főleg, ha nincs is bejelölve, érted? Csak én dolgozom itt komolyan. Semmit nem csináltok. Naplopók. Új kígyós és Elek belterületén mérnek a rend büszke őrei. Ákos küldte nekünk, hoppá. Hagyjuk már békén új kígyóst. Hello. Nem, figyelj, mi van most ott tényleg? Kolbászfesztivál volt a hétvégén, és ott ragadtak, hogy leöltetek valami marhát, vagy mi volt? Október 23-án. Elek egy település, vagy pedig egy új kígyósi lakos? Település. Lehet Elek belterületén? Hát, igen, Elek szántóján valaki. Elek belterületén valaki mér, igen. Az M5-ös 44-es kavicsnál Szeged felé van egy trafi, ezt Pici küldte nekünk. Aztán nézem még, hogy mi az, ami érdekes. 4-es főúton Karcag után a 161-es kilométernél egy kamion megrogyott, és elfoglalja a fél sávot. Adri, köszi. M5-ös baleset Kecskemét felé, hogy hol pontosan, azt egyelőre nem tudjuk. 17. kerület Pesti út, a Bakancsos utcától a Ferihegy útig csak buszokat engednek, mert hogy helyszínelnek, ezt pedig Vivi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, 4-7-4-8, 3 órát bír a laptopom, gyerekek. Lemértem. És most lemerült, kész? Nem, csak megnéztem, hogy mennyit bír. Aha, hogy a repülőúton tudjál mivel szórakozni? Meg tudok nézni egy-két részt a kedvenc sorozatomból. Igen, vagyis valószínűleg az lesz, hogy az ölében ott lesz a laptopja, 3 óra múlva átnyúl, átveszi az enyémet. Én meg így hellózok már. Hello! 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 Hát egymás mellett ülünk, hát igen. Valamivel kell készülnem, azért mégsem beszélgethetek persze vele 13 órán keresztül, mert hát, kiúlik a hajam. És képzeld, Bali, igen, képzeld, bárja, múltkor összeszedtük egyedül, és igen. De figyelj csak, és azt hallottad, hogy a kisnámai várban most éppen. Képzeld, Bali, én nagyon fotókat mutogat, dobozom, gyakorlatilag 100%-os mérték, nem? Hát újra feldolgozhatom. Muszáj volt megnézni, nem kíváncsi vagyok, hát figyelj, összekötöm a kellemeset a hasznosra, ha már viszek dolgozni laptopot, akkor már ugyanezeken a laptopon tudunk filmeket nézni, úgyhogy akkor megnézem, hogy mennyit bír. Igen. Olyan sorozatokkal készültem, gyerekek. Igen. Ha esetleg bajban vagytok, magányosak vagytok, vagy nincs mit nézni, Bali videótékája ott is kinyit. Ja. Ezt csak mondom. Aha. Este 11 órakor is be lehet hozzám kapogni, hogy adjak valami jót. Hát akkor valami kis fincsit, mert akkor még kint forgasz, csak ez mondom, igaz, fél 12-re érünk vissza a szállodába, akkor éjfélkor jöhetsz kopogtatni, aha, hogy nem tudsz aludni, hiányzik a családod, nagyon álmatlanul valami gnú bőg az ablakod alatt. Igen. 3 leopárdal néztél szem, ami kimentél a potyantós budira a szállodába, hogy adjak valami filmet, Bali videótékája. Tessék. Dél-Afrikában is kinyit. Csak mondom. Ott lesz. Legújabb sorozatok, legújabb filmek, minden van, gyerekek. Jöhettek egészen nyugodtan. Filmszínházunk bemutatja. Csak mondom, hogy még olyanok is, amiket egyébként nem nézdik meg. A Hannibal, a Búra, a Killing, a Leftovers, minden ott lesz. Ebből talán egy-kettőt is ismertek már. Aha. Hát mondjuk a Ferinek azért a legtöbb című. Szóval azért ez nekem olyan, mint egy rántás a konyhába neked bármilyen sorozat. Tessék? Búra? Hát gyengébb becske, de. Gyenge búra, jó. Mi az erős? Figyelj, ahhoz képest, hogy te 10-kor végzel, és legközelebb másnap 6-kor állsz újra munkába, ahhoz neked egy idő után a búra. Úgy fog örülni egy búrának. Úgy fogsz örülni egy búrának, hogy lenne még belőle 8 rész. Van még a búrából. Pont a 23. órában nem csinál semmi. Olyan jó lenne, és olyan lassan derik az idő. Adjak már búrát, mert megpróbálták kimenni a szállodából, de az első sarkon kiraboltak, visszajött. Köszönöm, hogy élek. Köszönöm. Adjál már valami sorozatot. Csak mondom is, legújabb filmek egyébként. Bármire szükségetek van, kopogjatok át hozzám, jó? Jó, mindenképpen. Az én ajtóm mindig nyitva lesz. A búrát érdemes megnézni, az is tud, Balázs azonosul, mert egy nagyfejű kisfiúról szól, aki műsorvezető szeretne lenni. És de mindenhol csak bántják, megverik. Igen, de aztán bebizonyítja a világnak. Igen, bántják, megverik, megalázzák. Hát figyelj, mi tüntetésekben jók vagyunk egyébként, mármint hogyha ellenünk tüntetnek. Igen. És azt látom, hogy gyerekek, amiről te is beszéltél reggel,
hogy akik akarják a Szulejmánt, azok most haragudnak a Celeb című műsorra, és készülnek demonstrálni a csatorna székháza előtt. Hát ez most komolyan mondom. Az kemény csata lesz. Mit csinálják? Vonjam ki magunkat a forgalomból, hogy ne demonstráljon mindenki mindig ellenünk? Hogy ez hogy van? Már 2200-an aláírásgyűjtésbe kezdtek, és alá is írták egyébként, hogy a török sorozatot helyezzék vissza, és tiltakozást szerveznek a csatorna székháza elé. Jönnek. Má oda. Szerintem öltözbe. Te veszed majd át. De turbánba, ha jó arc, vagy turbánba jössz. Kaftánba, turbánba, amit akartak, én kimegyek görbe, hancsárral az oldalamon. És lemészárolod a tömeget. Nagyon értékeljük a felháborodást, és ezt szeretnénk a részvétünk egy imányítani, és ezért megmondod, hogy te Szulejmán jelmezbe jöttél ki átvenni a petíciót, hogy eltűnik a Szulejmán. Hüremasszonynak öltöd létszíves. És akkor majd kérdezik az embereket, figyelj, ez a kis termetű spáhi, aki itt áll előttünk ezen a kis arab ménen, ez nem a vadoljali véletlen? Nem lehet. Figyelj, hihetetlen. Gyerekek, egy darab nem sok annyit nem láttam ebből a Szulejmánból, hogy ez jó. Nagyon jó. Tényleg? Nagyon jó. De nem, komolyan mondom, hát itt már 2200-an aláírták. Bizonyos tekintetben igényes sorozat, mert például, amikor mondjuk a külföldi szereplőket vagy személyesítenek meg, akkor ott magyarul beszélnek például a török színészek. Tehát megtanultak magyarul, vagy amikor német, akkor németül beszélnek. Tehát, hogy tök igényes az egész ilyen tekintetben legalábbis, de hát azért ne felejtsük már el, hogy mi a másik oldalon álltunk eddig. Tehát, hogy így de itt nem a történelmi de te, száll ne, jó, a oké, de azért mégiscsak érted a mi Lajosunk, illetve nem a miénk, mert hogy... mert hogy... De hogy... Srácok, én azt gondolom, hogy ez egy történelmi benne, pillanat. Összeboronálások és mérgezések. Mikor volt, nem ez a lényeg. Mikor volt utoljára olyan, hogy az RTL Klub valamelyik műsora mellett tüntettek? Mindig csak ellene tüntetnek. Egyébként tényleg? Hát ez is egy történelmi pillanat, ezt is megéltük. Általában műsorok ellen tüntetnek, igen. Nem? Hogy ezt levenni, meg azt megszüntetni, meg hogy ez miért van, meg hogy az miért van. Hát most akkor... Hát ennyi. Kár, hogy ez már dobozban van egyébként ez a sorozat, ami most fut. Ez a szegmens, aminek hívják ezt, ez az évad, mert akkor bele tudnánk kavarni magunkat valahogy. Itt tudom én. Két eunuch. A szeráj őrei határa az ajtomát jobb oldalt. És aztán később kiderül, hogy nem eunuchok. Igen, hogy ugye? Valójában hát, hogy... nem. De valami híres színészek vannak? Török színészek? Vagy hát török híresek. Igen, híresek. Most híresek. Már nálunk híresek. Is ott van például az a aki például nagyon az híres. A nagy szakálló, tudod. Az, igen, az. Ilyen szakállom, mutatom, ekkora. Így van. Igen. A főnök. Na jó, mindegy. Azaz, így van. Csak mondtam, hogy készülj délután, mert te fogod átvenni. Kis Janicsárom, de fog. Igen, jobban beglerbék. Na, egy nagyon helyes történet látott napvilágot a napokban. Egy kicsit túlvezérelt anyuka süteményeket sütött egy iskolában a gyerekeknek. Hát ez önmagában még néhány. Ez még önmagában egyébként nem sok. Ez egy semmi. Állami iskola. Ez egy átlagos SMK-s tett. Igen, ez egy átlagos SMK-s tett, ezzel nincs is nagyon nagy baj. De hogy ő vagina sütőket sütött egyébként. És ezeket elvitte, vagy bevitte az iskolába. És hát ott mindenki szájtátva nézte ezeket a süteményeket, amíg a nő elmondta, hogy ő ezeket azért sütötte, hogy biztos fel tudja majd a tanár használni, hogy tanítson valami hasznosat is a gyerekeknek a női nemi szervről. Bizony. És ezért sok-sok kis rózsaszín süteményből nagyon helyes formájú süteményeket sütött, és egy-egy megy darabbal éreztette, hogy... Van ezeknek a süteményeknek a tetején valami, ami aha. Oda kell. Hát konkrétan nem, még a meggyel önmagával nem lenne baj. Az a baj, ha ránézel a sütikre, akkor ott minden van. Tehát aha. Szemérek, ajak, ja, igen, ajak, jó. Tehát minden. Hát hagyjuk is szerintem. Ez nem a hiszem, részleteket... hogy csúlyaszó lenne, csak mondtam, hogy nem egy meggyel van, hanem ott konkrét. Ja, csak azért az a kedvéért mondtad el, akik még nem láttak női nemi szervet, ne, akkor ebben az esetben... Nem értjük, hogy miért van ott a megy. Próbáltam. De ja. Próbáltam nagyon próbáltam képletesen körbe. Ezeket a szavakat. Nekem sincs alapjában, hogy megmondom ezzel, nekem csak az, hogy miért nem a biológia tanárőre bízza a kedves szülő az oktatást. De hogy milyen elképesztően túlvezérelt szülők vannak. Ő odaadta a társüteményt az egyik tanárnőnek. A tanárnő azt mondta, hogy nem adhatja ezt oda a gyerekeknek, mert hogy ebből nagyon nagy balhé lesz, ennek a szülők nem örülnek. Látom a fotókat egyébként, érdekesen néznek ki ezek a sütemények tényleg. A nő erre kikelt magából, és elkezdett üvölteni az egész osztály előtt, hogy ő nagyon büszke arra, hogy neki vaginája van. És hogy mi, hogy merik azt megcsinálni, hogy ezeket a süteményeket nem adják oda egyébként a gyerekeknek, akik ebből egyébként nagyon sokat tanulhatnak.
Bocsánat, csak hagyj el, hogy a süteménynek az alapvető funkciója az, hogy a végén a gyerekek elfogyasztják. Na de te is megnézed, hogy mit teszel. Aha, igen, de hát, hogy így... A nap végén a tanárnőnek írt egy hosszú e-mailt, amiben lesújtó véleményét fejezte ki egyébként a tanárnőről és az iskoláról, hogy hogy nem engedik ezt a gyerekek közelébe. És hogy hogy van az, hogy egy ilyen társütemény nem ehetnek meg a gyerekek, és ebből nem tanulhatnak, mert hogy nem tanulják meg a nőiességet. És a nőiesség elfogadását. Sütin keresztül. És a süteményen keresztül, és hogy kiveszi a gyerekét, gondolom nem ilyen szülők van, kiveszi a gyerekét, nehogy olyan közegben tanuljon, ahol nem fogadják el a nőiességet. Aha. Milyen ízűek voltak a sütemények? Tehát, hogy így, ezért nincs értelme ennek a történet, tehát nincs értelme ennek az egésznek. Ez a néni egy picit így mellé lőtt ezzel a dologgal, úgy érzem. Mert akkor legközelebb mi lesz? Majd egyszer egy kedves apuka is csinál majd egy tálcos ütemény a gyerekeknek. Ha nem, akkor az diszkrimináció. Érted? Akkor csak az egyik oldalt mutatott be, igazad van. Ha nincs a másik oldal, bizony. Egy apuka keze állta, megformázva, akkor az egy oldal. És akkor az egyik kedves szülő, aki viszont urológus, és nagyon büszke a hivatására, majd legközelebb ő is süt valamit. Nincs rosszabb egyébként az ilyen típuson túlvezérelt szülőknél, nem? Aki a család drámájának érzi az osztálykirándulást, aki úgy gondolja, hogy ha te a gyerekét el akarod vinni valahova, mint iskola, akkor ő ezt kikéri magának, mert az a gyerek ellen elkövetett erőszakos. Tehát minden osztályban legalább van szerintem 2-3 olyan gyerek, akinek az apukája vagy az anyukája ilyen. Nem? Igen. Ez teljesen tipikus most, hogy ő süteményt süt azért, hogy felvállalja a nőiességet és megmutassa, hogy ő valójában nő, és ordítson a gyerekek előtt, hogy miért nem ették meg a vaginát. Ezzel nincs. Miért nem ették meg a muffinjaimat? Igen, kikérem magamnak, hogy kidobták az összes muffint. Igen. De most nem is erről a konkrét esetről akarok beszélni, hanem arról szerintem, hogy a hallgatóinknak is van olyan tapasztalata, hogy az ő osztályukban, vagy ahova a gyerek jár abban az osztályban, van 2-3 szülő, aki minden reggel, minden délután, minden pillanatban mindig úgy érzi, hogy kardot kell rántani, harcolni, és megküzdeni az igazáért. Vagy a gyereken keresztül, Pistikén keresztül, vagy a többi szülőn keresztül. Nem így van? Mindenhol vannak ilyenek. A túlvezérelt szülő. Igen. Aki jön, megy, fontoskodik, intézi, jobban tudja, leszúr, megvádol, tolja előre a gyereket, összeveszik a tanárral. Ugye? Hasonló, mint az SMK, de még jobban elvetemült. Van egy speciálisabb szegmense is ennek a vonulatnak, amit te mondasz, ez a hivatásos megsértődő. Tehát aki még mielőtt bármi is történik, még mielőtt igazából válaszolni tudnának az e-mailre, hát a többi szívek. Jó, hát akkor nem megyünk. Jó, én csak megpróbáltam. Én próbálok meg közösséget kovácsolni ebből a csürhéből. Elnézést. Bocsánat, hogy próbálok megtenni valamit az osztályért, a közösségért. Mindannyiunkért. Elnézést. Bocs! És még nem mondott semmit. Van a szülői értekezlete hosszan beszélő, azt megfigyeltétek? Az is egy állandó típus, hogy kérdezi a tanárnő, hogy szeretne valaki felszólalni. És akkor jön egy túlvezérelt anyuka vagy apuka, és elindítja az ő gyerekkorától. Igen. És kiderül, hogy valami egyébként be nem fizetett osztálypénz a frusztrációja, amit rajta egyszer számon kértek, és egy mondatban el lehetne mondani. De elindul, és 8,5 percen keresztül mondja, és már mindenki tudott, borul rá az asztalra, nyitja az ablakot. Mit kedves akarsz? Tanárnő, mondd már ki, hogy mit akarsz. Margánétot hajnal, kedves szülő. Néhány szót. Ábel apuka, Balogné, Horváth Teréz, Csordás József, és mondja végig az egészet, hogy nehogy valaki véletlenül megbántodjon. Abszolút tipikus. Abszolút nálunk tipikus egyébként. Nálunk most volt egy fölmérés az óvodában, ilyen motoros mozgás kimaradást néztek meg, hogy az megvan-e vagy nincs meg, nem a gyerekeknél, és amit én 30 gyerekből 16 az beleesik ebbe, hogy kimaradt. És ezt egy egyszerű fejlesztő tornával egyébként lehet pótolni, de mi történik ilyenkor? Be kéne vinni a gyerekedet, hiszem heti kétszer kell erre menni, reggel van egy másfél óra. Mi történik ilyenkor? Bőszülők közül van azért néhány, aki fölháborodik azon, hogy az ő gyereke ide került, és mindenki próbálja mondani, hogy de ez jó, mert most derült ki, érted? És meg lehet oldani. És onnantól kezdve semmi más nem érdekli, csak az, hogy az ő gyereke az nem tartodik ebbe a kasztba. Neki nem ilyen a gyereke, és tűzön vizen át megy. Igen, a saját gyerekét a legokosabbnak látó, az is egy típus. Sok típus van. A saját gyereked a legokosabb, és igen. Most azon már összeesküvés elmélet van, tudod, mennyibe kerül ez majd neked havonta? És ez semmit nem ér, ez azért van, hogy ők meggazdagodjanak! És már mondjuk, hogy nem azért van, hogy a gyereked normálisan fejlődjön a későbbiekben. Érted? Vidd el tornázni, mert jó. Nem? Kivesznek havi, nem tudom mennyit a sebedből. Igen. Várja, a motoros kibaradás, ez a Hardy Fesztivál?
Az, de csak akkor, ha nem mész el. Ja, ha csak nem mész el. És ilyenkor például az, amikor tényleg kiderül, hogy kisebbségben van ezzel a problémával, ami olyan probléma, hogy meg kell oldani a szülőnek, hát nyilván felelősségtudattól meg kell oldania, akkor ő azt mondja, hogy nem az enyém a kivétel, az összes többi. Ez is egy jó állás. Ne, igen, nem az, nem az enyémmel van baj. Nem. Veletek. Érted? Én változom. Ha változatok ti. Ti vagytok tizen. Igen, van, aki nem hajlandó elfogadni, hogy az ő gyereke valamiben rossz. Ugye? Az a szülőtípus is egyébként, egy abszolút létező szülőtípus, amikor kikéri magának, és bárki mondja neki, hogy az ő gyereke ezt, vagy azt csinálja, vagy ilyen, vagy olyan, képtelen. Képtelen elfogadni. És egó kérdést csinál abból, hogy az ő gyereke a legjobb. Igen. Nem? Az szeret, is nagyon tipikus. Szereti a zsírkrétát csak enni. Igen, nem mindegy anyuka. Nem. Na de milyen szépen mond verset, olyankor, amikor igen, másik oldalt próbál erősíteni, hogy amivel egy egge, azt felejtsük el. Szegény tanárok, azért nekik sem lehet nem könnyű, ugye? Gondolod, de 30 gyerek, 30 szülő, mindenki azt gondolja, hogy az övével foglalkozzál egyenként, az övé a legokosabb, az övé a legügyesebb. Mindegyiket külön megbirkozni, meggyőzni. Szóval azért mennyire kemény meló, nem? És egy ilyennel, aki bejön, és ő ugye a sütis néni, akinek szent meggyőződése, hogy ő a világ legjobb dolgát csinálja most, azzal, hogy ilyen sütiket hoz be. Tett a gyerekekért. Igen. És akkor, és őt megállítja a pedagógus. Megállítja ebben a szent célban, hogy a női nemi szervet népszerűsítsük a hatodik osztályosok. Nem. Miért? Hát majd a biológia tanár. Szerintem a gyerekek észre se vették volna. Ne, hát egyébként simán. Nem vették volna észre. A felnőtt, agy, felnőtt agynak jut eszébe egy süteményről. De elhiszed egyébként, hogy a felnőtt agy is úgy gondolkodott abban a pillanatban, amikor meglátták azt a tálca süteményt, hogy próbáltak valami másra gondolni. Jó. Mire hasonlít még? Mi lehet még? Mert biztos nem az. Nyíló virágszíró. Tud, igen, tudja, hogy nem az. Szerintem ez egy oroszlánszáj nevű dísznövi. Igen. Fú, nem lennék azért a tanárok helyében, amikor nem, ilyen, szülők, ilyen típusú szülőkkel kell megbirkózni. Nagyon nehéz, mert tényleg, hogyha lecsipegetik így fathajtásokat meg, hogyha mondjuk így próbálnak egy ilyen egységes masszát formálni az egész társaságból, az se jó, mert akkor ott tényleg a gyerekeknek az egyénisége nem kap elég teret a fejlődésre. Viszont, hogyha meg hagyják őket, úgymond valamilyen formában így kiteljesedni, akkor meg lehet, hogy túlbúrjánzanak. És az se jó. Tehát, hogy nekik valahol az arany középutat kell betartaniuk. És nem szabad, nem szabad egyik szülőnek a javára sem dönteni semmilyen ügyben, mert hogyha adott esetben hoznak egy ilyen döntést, akkor az egy hivatkozási alap lehet majd egy másik szülőnek. Ja, hát a múltkor ő megkapta a négyest, pedig igen, ha jól emléksz, és akkor ez. És ezek a kis csaták nap, mint nap. Igen. Tanárok nyilván már bent vannak egyébként az órán, de írjanak már nekünk egy-két SMS-t, ha de tudnak, vagy ki hallgatnak, hogy jöjjenek, igen, írják meg, menjenek vissza, hogy milyen típusú szülőkkel találkoznak. Gondolok itt például arra, hogy nálunk volt olyan szülő az oviban, aki nem engedte el a gyerekét a kirándulásra, és elkérte a csoportpénzből a gyerekre első kirándulási pénz. Tehát milyen típusú szülőkkel lehet találkozni óvodában, iskolákban? Mik a tipikus szülői jellemzők? A szülői értekezeten van a tök hülye szülő. Semmi értelme a kérdéseinek, de akkor is kérdez. Abszolút tipikus. Hát ő nem érted, hogy hova kapcsolódik igen az a kérdés, és nem érted, hogy miről szól, és nem tudod a választ se. És ő mindig kérdez. Mert ti nem abszolút vagytok tipikus benne, ti az ilyen szülők nem vagytok benne rendesen a munkaközösségben. Ő már mérásta magát, érted? Ő már olyan szinteket feszeget, amit ti nem láttok. Azért teszi fel a kérdését. Igen. Képzett matematika tanárként három jegyű számok összeadása. A szülő megjegyezte a szülő értekezeten, hogy miért adok olyan feladatokat nekik, amit én se tudok megoldani. Oh. Uh-huh. Már hogy a szülő, vagy a tanár. Már most vagy a szülő, vagy a tanár, de igen, hogy nem tudja megoldani. Igen, hogy miért kap ilyen feladatot a gyerek. Szólnál szülői értekezleten? Ezért nem, valószínű. Nem? Nem valószínű, nem, hogy hát szólnál. Igen, meg pláne úgy nem, hogyha nem az osztályfőnök a szaktanár. Tehát, hogy akkor megkeresed a szaktanát, és akkor megbeszéled vele a dolgot. Na igen, abszolút. De ilyenkor még csak őszinte se lehet a tanár. Tehát nem mondhatja azt, hogy hát azért, hogy a fia ne legyen olyan hülye, mint maga. Igen, ezt nem mondhatod. Ezt így nem mondhatod ki. Nem barizhatsz tanárként. Lehet, hogy kellene egy ilyen őszinteségi nap, nem? Így havonta, vagy mit tudom én, negyed évente egyszer. Igen, Kovács vagyok. Na most adjuk el, nem felejtsük el. Hát elmúlt negyed évben azért mondtam olyan dolgokat, amiket nem gondoltam igazán, úgy meg egy picit azt gondolom, hogy a sarkokat így legömböítettem, de most nézze, ma van az őszinteség nap. Én még ilyen hülyével, mint maga nem találkoztam. S az életben maga, hát én nem tudom. Én komolyan mondom, állami gondozásban adnám ezt a gyereket. Vagy nem. Milyen szép lenne ezt megcsinálni, hát, nem? Egy évben egyszer lenne nekik egy ilyen. Igen, hogy bármit elmondhatnak. Köszi srácok, ma megyek szülőire. Hajrá!
segítséget kérek a túléléshez, már előre félek, meddig fog tartani. A hátsó sorba üljél, nagyon közel az ajtóhoz. Igen, a jelentéktelen vitákkal és egyéni problémákkal húzzák az időt. Ezt Márti küldte nekünk, igen. Igen. Jó, ha van egy-két tanár, akkor írjon nekünk SMS, jó? Aki hallgat minket, hogy tényleg otthon milyen... lábadozik ideg összeroppanásból. Igen, én mondjuk ma nem ment be, vagy csak holnap kell bemenni esetleg, hogy milyen típusú szülőkkel lehet még találkozni, és ki az igazán idegesítő szülő. Lásd, ugye hát ez az anyuka is, aki nyilván kicsit túlvezérelve a nőiességétől sütött 30 darab rózsaszínű kis ilyen kis sütemény darabkát, amik egyébként... Volt a muffin. Muffin, igen. Jó, várjuk az SMS-eket, 2:30, jövünk mindjárt a reklám után. 3:10 lesz pontosan 7 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, arról beszélgettünk, hogy milyen, amikor az ember olyan iskolába jár, ahol van a gyerekének egy-két olyan, hát hogy is mondjam, hozzátartozója, egy-két túlvezérelt szülő, akik ugye hát nem bírnak magukkal, ott vannak a szülőin, jönnek, mennek, fontoskodnak, össze-vissza beszélnek, kavarnak, jelentenek, besugnak, és minden olyat csinálnak, amit egyébként egy normális szülő valószínűleg nem, hogy hány ilyen túlvezérelt szülővel találkozik az ember, amíg mondjuk a gyerek iskolás. Szerintem az Anna ilyen. Nem, de csak meg biztos ne lehet zenni. Tudni, ez ő az, aki értekezleten szülőin föl. Nekem van egy problémám, de tudom, hogy ez mindannyiunk problémája, csak a többiek nem merik mondani. Igen. Ráadásul SMK-s volt. Ja, tehát egyik kész terhelt. Ne legyenek, terhelt. Többszörösen terhelt, ne legyenek illúzióid, igen. Azt mondja, hogy nézzünk egy-két SMS-t, hogy miket írnak a mi hallgatóink. Minden osztálykiranduláson megjelenik a nagy semmiért, pogácsát süt a tanároknak, a szülőkkel meg nagyon sunyi. Írja nekünk valaki. Szülőjén anyuka kérdezte, hogy Krampusz helyett lehetne-e Manó a Mikulás ünnepségen, mert ő gyerekkorában félt a Krampuszoktól. Atyaisten. Nem engedél a gyereket kirándulni, mert nincs gyerekülés a buszban. Tömegközlekedéssel mentek. Megyük át még egyszer. Hogy emiatt mentek kirándulni tömegközlekedéssel. Mondjuk abban talán van valami, az sok, hogy rengeteg buszon nincs biztonsági, ott mondjuk sok szülő aggódik, azt megértem, a gyereket de viszik. De a tömegközlekedésen van. A tömegközlekedésen sincs ott egyébként. Sincs. Nálunk igen. Is engedték az óviba. Mondjad, Anna? Nálunk is volt ilyen anyuka. Voltak ilyen anyukák az óvodában, már beszéltem el múlt, most már nem. Nem találkozom az utcában, hát mert a túloldal nem probléma. Igen, voltak hárman konkrét, akik nem engedték a gyereket a visegrádi kirándulás, mert nem volt biztonsági a buszba, mondd meg. Hát volt nem. Egyszer egy baleset, emlékeztek, úgyhogy nyilván azért igaza van, felelős szülő Anna, te meg egy hebrencs vagy. Ebbe igazad van mondjuk. Hadd menjenek, hát ne szórakozz. Persze, nem, tényleg, nem engedik. Egyébként az döbbenet, hogy tényleg a legtöbbször olyan helyen, vagy olyan busszal viszik őket, amiben nincs biztonsági öv. Nem mondanám, hogy ezért maradj itthon. Hát szerintem szinte 100%-ig ilyenek el. De azért, hogy azért ez valahol, hát nem gondolod? Az a baj, hát... Igen, persze, tehát az a baj ezzel, hogy egyfelől tök igazad van, meg tök igaza van azoknak a szülőknek, akik féltik a gyereküket, ugyanakkor meg a gyerek mindenből kimarad, mert hogy nem, ez nem egy alap. Sajnos nincs ilyen busz, egy pár darabban. Na de ezt mondom, hogy önmagában azért ez szomorú, nem? Oké, de nem alternatíva a tömegközlekedés, mert abban sincs, hogy a szülő azt mondja, hogy nem mehetnek busszal osztályon kirándulni, menjenek izével BKV-val, azon a volánbuszokon van, nincs. Vonat meg kisiklik, azzal meg gond van, repülő meg lezuhan, hellóka. Azt akkor most mi lesz? De ott van biztonság. Szomorú gyerekkor ez? Aha, a repülőn. Igen. Ha jó, meg elsüllyed. Igen, nagyon jó SMS-ek vannak. Azt mondja, hogy igen. Gyerek beteg volt az óviban. A lelkes szülő bement, és leette az ebédjét, ha már kifizette. De rajta! Hát ez... Sokkalom óvó néni. Hol szokott ülni a panna? És beült apuka a 23 darab 8 éves vagy 10 éves közé, és leette a tejbegrészt. Nagyon jó. Meg a vaníliasodót, a csokipódingot a piskóta kockával, nem á. De gyerekfejjel belemondani, szerintem ez óriási. Tehát, hogy amikor leül a izének, mit tudom, ez a legalja. A Krisztikének az apukája leül, mert Krisztike nincsen, és akkor ott együtt eszik, és várják a piskóta kockát csoki öntettel. Tehát, hogy azért a gyerekek biztos, hogy megjegyezték. Az volt hát náluk igen. A hét. De bemenné szülőként, hát nyilván nem, hát mennyire kellemet. jó, egy granadírmasot nem hagynálod. Egy káposztás cvekedlit azért. Ha mágia rakás van, biztos, hogy bemenni. A legokosabb szülők a szülői mindig azok, akiknek a legidiótább gyereke van, és persze nem fizetik az osztálypénzt, ez tripla küldte nekünk.
Fiam osztálytársa nem mehet négy napos kirándulásra Erdélybe, mert az anyuka összeveszett a szülőim pár szülővel. Azért összeveszné szülőin a többi szülővel, az is kemény. Ne a gyereket büntessük már. A pénzre hivatkozott, pedig jómódú szülő volt, ez fecka küldte nekünk. Utánpótlás fociedző vagyok, a szülők szerint az én csapatomban 10 Messi van és 10 Ronaldo van. Uh-huh. Én meg vak vagyok, mert nem látom, hogy mindenkinek a saját gyereke a legjobb. Minden. Szerintetek? Ugye? Milyen nehéz. Egyébként igen. Nekem most volt az első gimis szülőim, azt hittem sokkal normálisabb lesz, mint az általánosban. Hát nem. Az egyik apuka felháborodott, hogy milyen dolog az, hogy művirág van a teremben. És 20 percig papolta az élő virág fontosságáról. Borzasztó volt. Szóval tényleg, amikor ott ülsz, és a 23. perce mondja a szülő a saját monológiát, nem az élő világról, hát a hajat kihullik. Hát a hajat kihullik. Tényleg, de függetleníteni kell magadat az érzésnél, most oké, rabolják az időt, de te a felesleges szócsip, és meg kell próbálni egy picit hátra helyezkedni, és így nézni így a sarokból, így mint egy ilyen külső megfigyelő, és akkor, hát akkor lehet, hogy egy után elkezded élvezni. Hát, mert annyira szürreális az egész. Már szólsz, hogy figyelj, húzzál már a francba, menne mindenki. És a fotoszintézésről még nem is beszéltem egyetlen szót sem. Nálunk az óviban az egyik túlvezérelt szülő azt mondta a farsangon, hogy inkább a gyerek előadását nézed, és ne videózzál. Na, ebben igaza van, szerintem igaza van. Hát hagyd döntsem már, hogy videózok-e, hát, vagy nem videózok. Bocsánat, hát ott is meg szeretném nézni még kb. Vagy 30-szor, vagy 40-szer. Hát hagyd vegyem már föl. Atya, úristen. Hát ez nagyon szép. És még ugye a tanárok most még nem is tudnak jelentkezni, mert hogy ők benn vannak órán, de amikor ugye a tanárok tudnák azt elmondani, hogy a szülő milyen kérésekkel meg, hogy megy oda, meg mit gondol a saját gyerekéről, meg hogy kéne máshogy vinni, meg más irányba, meg nem. Az egészet, ott meg a tanítás, hogy ott milyen történetek lehetnek, igen. Megette az ebédet, és aztán befeküdt az ágyikójába, hogy aludjon egyet. Na, persze. Így történt. A tervezi kiment, és letérdelt a piszvár el, és könnyített magát. Igen. Anyuka körülbelül 1 kiló arannyal felszerelkezve az évvégi szülői értekezletkor megdöbbenve kérdezte, hogy mikor kellett volna osztálypénzt fizetni. Az hogy van, hogy ezt tényleg sokan elfelejtik? Én azt szeretem, amikor ilyen 100-200 forintos tételeken megy az órákig tartó harc, hogy most fizessünk, vagy ne fizessünk. Az megvan? Ha persze. Volt olyan, hogy 100 forint. 3001, nem? 3050. 100 forint. Szavazzuk. Igen, szavazzuk meg. Szavazzuk meg. 150 forint, mert az egész csoportban vannak, mit tudom, 30-al, mindenki bedob 100 forintot, összejön, nem tudom, mennyi, 3500 forint, 4000 forint, szavazzuk. És akkor van, aki mondta, hogy megszavazza a 100 forintot, van, aki azt mondta, hogy hát nem szavazza meg a 100 forintot. Hát lehet, hogy tényleg, mondjuk havonta Feri, 3-4-szer be kell fizetni 100 hagyjál forintot, már 100 forintot. Persze, próbálom védeni, igen, de... Igen, a tanárnak évig, a tanítónőnek évigén ajándékot kell venni, nincs 100 forintod erre, hát persze. Jó, mondjuk ez a tanár... Egy túros táska ára. Tanárnénének, tanárbácsinak ajándékvétel, ez is nekem ez a... És akkor, jó? És akkor a következő napira mondunk, hogy mit vegyünk Gyula bácsinak a névnapjára. Semmit. Miért? Tehát, hogy miért is kell a... Mert egy Gyula bácsit tiszteljük, vegyünk neki. A névnapjára is, jó. Igen, egy piát. Na vajon, melyiket ünneplik? Vegyünk neki mindegyikre. Plusz a szülinap. Ah. A piát. Mondjuk a pia meleg, de szerintem az kedves, hogy az óvónők vagy a tanárnők kapnak ajándékot, azt szerintem helyes. Annyira nem kapnak semmit egyébként, hogy az jó, hogy kapnak. Év végén, de nem a privát ünnepekre, érted? Tehát, hogyha van valami konkrét esemény, ami uh-huh. mondjuk az iskolához kapcsolódik, egy évzáró, vagy egy ballagás, vagy ilyesmi, az teljesen normális, de névnapra. Tanár, hallottuk, napra. Hogy 3 évvel ezelőtt vált el. Fogadja sem. Igen. Mint korabeli vált. Jehova tanús anyuka az óviban kis csoportban megtiltotta a télapó és a karácsony ünneplését, ajándékátadást, hogy ne legyen elkényeztetve a gyerek. De az én gyerekemnek ő ne tiltsa meg. Még egy nyomorult szaloncukrot se kaphatott a kislány, siralmas emberek vannak, ez Lackó küldte nekünk. Nem, hát valószínűleg a sajátjának, hogy ő ne kapjon semmit, ami még jobban frusztráló, mert 25 gyerek kap, és ő meg nem kap, tudod, szegény. Hát, az tönkre megy. Tönkre megy. Az oviban nem adnak piskóta kockát, csoki öntette, olyan jól nem megy az oviknak. Jó, nem? Hát azért ez volt, mert az egyik legolcsóbb kaja, nem? Ez a hamis csoki van puding. Van a mai napig is, elárulom. Ilyen csokis, na, csokis persze, kocka? Nálunk van csokis kocka. Na, akkor lenne igazi tüntetés, nem a Szulejmán miatt. Nálunk van csokis kocka, én mindig be is megyek megenni. Igen, és nagyon fura vagy, ahogy túlszett a gyerekek között. Igen. Ekkora széken. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát valóban vannak fura szülők egyébként. Igen, sajnálom, hogy tanárok kevésbé tudtak kérni, ez még érdekes lett volna. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Ma kora reggel felhívtuk Novák Andrást, aki éppen ugye Szomáliában van.
és mesélt egy kicsit nekünk arról, hogy milyen hely ez a Szomália. Szomália fővárosában, Mogadisuban van, és hát Afrika nem sok jót mondott. Kicsit durvább környék, mint ahova mi megyünk, de érdekes kalandok. Hát így is vannak ott is. Persze, hogy érdekes. Igen, más világ az. Igen. Ez volt a konklúzió. Van az Andrisnak. Igen, ott forgatott, érdekes dolgokat mesélt, aztán megbeszéltük, hogy a férfiak vagy a nők főznek-e jobban, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 4 perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hány napig találkozunk még, aztán sokáig nem? Nem sok, tört, ugye? Holnap után. Holnap este indulunk. Holnap után este holnap indulunk. Után. Holnap megy egy gyugyó, igen. Feri, egy kicsit megijedt. Mondom már, holnap után. Hello, fiúk. Igen, holnap után este indulunk. És nekem folyamatosan vannak kérdéseim, az baj? Nem, mert egy csomó mindent olyat megkérdezem, mire mi nem gondolunk. Ez mindig nem, segít. Ugye, azt tudjuk, hogy itt, ami hat rátok itt napközben, azt másnap reggel halljuk. Most ott be lesztek zárva, egyfajta környezetben vagytok. Hogy nem lesz uncsi, vagy hogy miről fog szólni onnan a műsor? Ezt miről fogtok ott beszélni? Ezt megbeszéltük, hogy ezt nem kérdezed meg. Ja. Hát, mert mi van akkor, hogyha mondjuk engem konkrétan nem érdekel, hogy a bárdos hogy eszi meg a bogarakat, vagy érdekelni érdekel, fog téged az. Nem. Akkor mert gondolom, hogy nem a tévéműsorról fogtak beszélni reggel. Nem, hát nyilván az nagyon sok lenne, meg nem is akarunk. Tehát a két dolog az külön válaszom marad. Az, hogy mi onnan rádiózunk, az nem azt jelenti, hogy 4 órán keresztül arról beszélünk, ami ott történik. Aha. Egyrészt nem is tudnánk. Kettő, nyilván azért nagyon sokan vannak, akik mondjuk ezt a műsort nem nézik, más néznek, dolguk ugye? Van, de mondjuk minket hallgatnak. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi oda kimegyünk és elengedjük az ő kezüket, és csak kizárólag arról a műsorról fog szólni. Sőt, mi több, hát a rádióműsor önmagában egy önálló entitásként működik a tévéműsor mellett, de a kettő az maximum akkor találkozik, ha Ferit falhoz állítják és kizsebelik, ha Jani túsztárgyalok a Janiért, és mit tudom én, 3 kiló űrű ha nem történik, meg akkor megoldott, hogy megtörténjen, akkor legyen meg, igen, akkor igen, igen, akkor legyen sztori, de lesz konkrétan új rovat is például, mert nekem lesz minden nap 5 percem, amiben első Szulajmán Szultáról fogok majd beszélni, hosszasan és rendkívül unalmasan. Igen. Szóval, hogy nem, hát ez a rádióműsor nem azért megy ki, hogy a tévéműsorról szóljon, aha, azért megy ki, mert fizikailag nem tudjuk megoldani, hogy ez a műsor ne legyen, meg hogy nem tudunk több helyen lenni. De hát itt Magyarországon azért ugyanúgy történnek dolgok. Történik dolog a 10-es úton, a közéletben, zajlanak különböző közügyek, tehát, hogy minden olyan, amivel mi itt foglalkozunk, és amit feldolgozunk, az kintről ugyanúgy megtörténik, csak állandó a kinti élményekkel együtt. Tibi, a Gábor barátod. Meg fogjuk holdani. Ezen nyugi, dolgozunk. Nyugi, ezen Csabi. Dolgozunk, hogy ez legyen. Mindent tudni. Abszolút. De miért hát ne? Hát hadd legyen már. Mondom, új rovatok lesznek, az a lényeg, szerint Szulajmán rovat Janinak. Igen, a dél-afrikaiak azért érdekesen működnek. Amire azt mondják, hogy megvan, az még nincs meg. Amire azt mondják, hogy tegnap megvolt, az kb. 3 nap múlva lesz meg. Aha. Amire azt mondják, hogy egy hete kész, azt ma viszik be, vagy ma vezetik be, vagy ma húzzák be. Tehát, hogy ők azért elég érdekesen gondolkodnak sok és szempontból. Amikor azt mondja, hogy meg lesz, akkor azt gondolom, hogy a büdös élet. Amire azt mondja, ez most még nincs, de meg lesz, azt tudod, hogy következő 2 hónapban erre esélyed nincs, hogy igen, bármi meg legyen, amit te szeretnél. Úgyhogy hát ugye terveink szerint, reményeink szerint lesz egy csomó minden, sőt, hát azok az állandó rovatok is természetesen nem maradnak el, amik hozzátartoznak szervesen a műsorhoz. És hogy képzeljünk el titeket, mert amikor itt kitelepültök, akkor üres stúdió, közönség, hát ott gondolom, hogy nagyon nem számítottok a helyi közönségre. Jönnek, már bejelentkeznek a helyiek. Azt tudom elképzelni, hogy vagy bementek valami helyi rádió stúdióba ott és kibérelitek, és onnan adtok, vagy valamelyikőtök szállodai szobájában, leginkább a Balázsi, mert őt el tudom képzelni szállodai szobában, ti meg a sátorban, és akkor figyelj, akkor jöttünk, és akkor mindenki lop egy mikrofont, és beszéltek. Nem Balázs szobájában lesz, nem akarjuk zavarni az ő pihenését, az én szobámban lesz majd. Tehát a sátorban. Jó, jön neked az internet, jó, jön neked az internet. Fél 6-kor mindig majd ott kopog a Zsül. Jani, Imre vagy már mi? Jön a Zsűl is. A hadiszállása lesz maga a stúdió. Így van. A szállodában lesz kialakítva. És a legszerencsésebb ember a stábból a Zsűl, akárhogy is nézzük a dolgot, hiszen el se tudja. Le tudja. Hát ő le tudja azért, ezt nem is utána neki aztán. Érted? Jó, még nem tud minden. Neki szabad a napja. Hát ilyen akkor a Feri is ugyanaz. Én is ugyanez. Jó, de Feri, Juli, Laci, vagy Zsűl, Feri, Laci. Így van, mi együtt vagyunk. Együtt. Gyula, hát ugyanúgy. 4-5 ember rajtunk kívül mindenki szerencsés a stábból. Viszont a Zsűl végig kint lesz. Ez igaz, rohadt magányos lesz. Viszont. Szóval, hogy a szállodában lesz maga a rádió stúdió kialakítva.
Mert hogy ahol a celebek laknak, az a dzsungel, az egy völgyben van. Ők nem setérerő, hát az csúnya lenne, igen. De a Four Seasons mellett van, a hátsó kertben van a... És bejárhatnak tusolni meg a bőrét. Az első szériára úgy jöttek ki sokan, hogy azt hitték, hogy majd ki kell menni aludni az ágyba két órát, aztán visszamennek a szállodába. Zimelinda arcára a második nap fagyott rá most, amikor rájött, hogy 8 fok van éjszaka, tudod? Uh-huh. És egy tál rizs az étel. De hogy mi a... Többet húzott rajta, mint a botox. Mi a szállodában leszünk rádióilag. És utána mi délután megyünk ki a dzsungelbe, az egy 40-50 kilométer. Nem kell félni a kígyóktól, hát azért a szállodába csak nem megy. A Feri be. Nem jön ki, ha csak aki akar, vagy kíváncsi, hogy mi történik a dzsungelbe. Az egy 40 perces autóút lesz magától a szállodától, ahol egyébként ugye a celebek vannak bent a dzsungelben. És ahol mi is forgatunk velük. Után már úgy csak aki megy. Tök mindegy lesz, hidd el. Miután már Janiékat elvitték, nekem már mindegy lesz. Mi zulu nyelven kírjuk az autóra, hogy ne állíts meg, ma már 4-szer kiraboltak. Én ezt lekértem zulu nyelven, ezt fölrakom előre egy ilyen automágnessel, már kinyomtattam, igen. 3-szor kiraboltak, hadd menjünk tovább. Hát minden szállóban van pub, úgyhogy Feri meg van oldva. Ott neki támasztjuk magunkat gyulussal, aztán. Ha összebarátkoztak ott valami helyjel. Feri meg van oldva. Jó. Szóval elvileg így indul a dolog. Jó, most már így azért képben vagyok, de biztos küldtök képeket majd arról, hogy milyen körülmények hogy között sínylődtök ott Dél-Afrikában. Abszolút, persze, okay. persze. Jól van, hívjuk a naphallgatóját. Mi van, mindenki szétszélet, Anna? Ja, azt hiszem, nem láttalak, mondom, aztán már trécselsz valahol kint. 10 óra elmúlt. Én is az élményeket, hogy mire számít. Miért itt bennem tudod hallgatni? Nem. Jó. De nem baj, megkérdeztem ezeket. Nem, Csabi, tök jókat kérdezel, csak a... Hát ezeket írtad fel. Csabó. Igen. Morning show. Ez az. Ezt elhisszük, hogy ez az. Az az. Kicsit a reakcióidőm, mert ma van egy kis baj. Ez az volt, így van. Morning show, írtál nekünk SMS-t, és nem írtad alá? Kazi vagyok Bajáról. Kazi, hello Kazi. Kazikám, van egy gyönyörű ajándékcsomagod, egy morning show-s ajándékcsomag, és egy nagyon szép morning show-s ajándékcsomagod. Így van, jó? Ezt a kettőt egymásba csúsztattuk. Nagyon könnyű összeverni őket. Igen, jó. Mert hogy te lettél a naphallgatója, viseld ezt a kitüntető címet egész nap, jó? Köszönöm szépen. Köszi, ciao, köszi az SMS-t. Hello, hello. Hello, hello. Gyerekek, egy laza mozdulattal töröltem ki, hogy mit írt, úgyhogy ne törődjetek el. Csabikám, remek zenéd lesz? Tudni. Azt viszont tudjuk, hogy mi lesz. Múlt héten szerdán ti magatok mutattátok be, így ismerhette meg az ország, és aztán aznap este még volt egy ilyen zárt körű koncert, ahol élőben is meghallgathattam. Kiről van szó? Ákosról. Bizony. Ákos. Jó és az volt igazán. A koncert. Inti országos cimborájáról. Így van. Én nagyon remélem, hogy végre kibékül már az Intivel, mert nem szeretem, hogy popstárok rosszul vannak. Hát olyan jók voltak. Hang mellett azért hiányzik egy kis konga. Ők olyan jók voltak együtt az Intivel ott a kis stadionban. Hát a kicsi gesztenyét nem játszották most el. De miért nem állnak újra össze a kutya fáját? Hát nem akarok egy olyan világban élni. Viszont a rendőrnőt igen. Az sem. Viszont képet kaphatunk arról, hogy milyen lesz majd a decemberi aréna buli, mert hogy szerintem pontosan ugyanaz hozták, csak kicsinyített változatban. Tehát egy ilyen kis színpad volt. Ott volt a Hauber mellette végig a színpadon. Oh. Meg a Lepe, meg hát ugye a dobos kollega, mond a nevét a kedves dobos, kedvenc dobosodnak. A Sándorunkat? A Sándor. Így a Bánfalvi Sándor. Na, és hihetetlenül minden dal dekonferálta, hogy ez egy mini koncert és az utolsó dal jön, és nagyjából egy másfél órát nyomott. Nagyon jó volt. És Inti hol volt? Kongázott? Inti most ugye kiment Kosztarikára, és nem bírt hazajönni, mert nem volt repülőjegyre pénze. Jó. Beszélj már vele, hogy béküljenek ki a kutyafáját. Hát ne legyenek már rosszba. Csabi jön a kívánságú sorról 555-55-00. Ez a telefonszám, itt lehet tőled alt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao.